Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra, 13 perc öreget kívánom. Sziasztok, jó reggel! Hát ez az. Hát ezért mondom én, hogy az időérzékem nem csal. Aha, mert ebben nem lett volna még egy perc. Tudjátok, mennyi volt ez a dal? 2.32. Azt tudom, hát mindig mondom. Hát nem, mert ki volt számolva? Itt vagyok már. Hogy mernek ilyeneket? Érted, Slendrian 2,5 percet sem. Nincs 2,5 perc ezen a reggel. Tehát, hogy ez... Nem tudom, nézze Zsül arcát, szerinted érti? Jó. Figyelj, Zsül még alszik. Bővítsük a reggeli. Hát a 3.25. Így van, így az van. Az pont 2.32. Jó, akkor is tök mindegy, hogy milyen. Érted? Mindegy. Ha lassú, akkor is azt tett. Bővítsük, frissítsük a reggeli zenékkel kapcsolatos itinereket, és adjuk oda a Zsülnek megint, hogy nézze át lefekvés előtt, és bújja, zsolozsmázza végig, mint egy rózsafüzért, és aztán reggel csak olyan zenék legyenek berakva, amik ezeknek az itinereknek megfelelnek. A 3 alatt nincs reggel zené. Megálltam a kis autómmal, még rendezgettem a cuccaimat, és hallottam, hogy már elindul a zene. Fellöktél egy kerékpárost a kerékpártartóddal. De már leszettem, már nincsen, igen. És megérkeztem szépen, a kocsiba teszek, veszek, és pontosan tudom, hogy mi az a 3 perc. Tehát most nagyjából becsuknám a szemem, akkor 3 perc után ki tudnám nyitni. De 2 félre az ember nincs berendezkedve, mert ott még hiányzik 1 perc. Kis duma a portással, bejössz, még leteszed a cuccod, megnézed, meg van a bögréd, és pont úgy tudok ideérni, hogy még 20 másodperc van. De a 2 fél, az borul. Az borul. Tehát ez egy atomóra, egy Patek Philippe, egy Schaffhausen, egy Jäger, érted? Egy Ticotime, vagy nem tudom. Hogy fokozzam? Érted, ő egy Wecker úr. De a kettő felezzene, az kifogy. Az kifog rajtam. Mi újság van? Megvan a kocsi kulcsom. Akartam kérdezni, mire jöttél. De rendeltem egyet, mert a hallgatók segítettek. A biztonság, de miért csak egyet? Miért nem 4-et? Nem, egy másikat rendeltem, mert ezt az autót úgy vettem, hogy 1 kulcs van hozzá. Tehát így senki nem vesz autót, csak én. Viszont vettem, úgyhogy 1 kulcs van hozzá. Viszont írt tegnap egy hallgató, aki péntekre tudott volna úgy kulcsot szerezni, hogy repülővel ide hozzá. De jó fel. 3 nap mondjuk. Repülővel. Csányi Sándor. Nem, tehát hogy van olyan szolgáltatás, hogy repülővel neked a kulcsodat elhozzák, csak plusz, mit tudom, 15 000 forint. De mondtam, hogy mivel megvan a kulcs, így már csak simán autóval hozzák majd, vagy postával, vagy nem tudom, és 2 héten belül megvan de a kulcs. De jó. Ez azt jelenti, hogy akkor a minden egyes autóhoz, mondjuk ami ennél a cégnél készül, vagy lehet, hogy a világ összes autójához valahol van egy másik. Nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy alvászám alapján neked legyártanak egy kulcsot, amit aztán fel kell kódolni, vagy össze kell hangolni az autóddal, már mint a riasztó részét, de maga a kulcs, az ugye gyárból alvászám alapján azt tudják, hogy milyen kulcs, és ezt megcsinálják, és aztán azt szépen te felhangolod az autót. Magát a riasztót benne. Az a kulcs az így a manuálisan. Ezt a felhangolást ne te csináld. Nem, hát azt megcsinálja nekem. Nem, azt megcsinálja nekem. Ez minden mást fog nyitni, csak a tiédet. Mert Feri, nem valahol van a másik kulcs, hanem az előző tulajnál van a másik kulcs, csak amiért a rohadt garázskapu miatt nem tudták még elhozni az autót, bár általában ezt szokták csinálni. Eladják, utána pedig értem ennek egy ködös hajnali napon, az autóért. Ja, hogy azért, hogy izgulnom kéne, hogy egy kulcs hát, van? Igen, hát, igen, ennél lazább, én ennél lazább vagyok. Emiatt ne izgulj. Kérdeztem, van másik kulcs? Mondta a srác, hogy nincs. Mondom, biztos? Hát lehet, hogy van. Jó, van, figyelj, nincs. És elhoztam egy kulcsot. De ez valahogy ezekén én nem kevésbé tudok aggódni, de most megrendeltem a másikat, úgyhogy megvan. Na de, beszéljünk a fontos dologról. Hol volt a kulcs? Zavarban? A bögrében? Az autóban? Nem volt az avarban, és nem volt a bögrében, mert kaptam ilyen magájellegű tanácsok a telefonról, hogy az avarban van, köszönöm szépen, nem az avarban van. Kabátzsebben sem volt. WC. Egészen fura, és nem is tudom milyen úton, módon bekerült valahogy a gyereknek azon fiókjába, amit én nem használok, nem nagyon húzogatok, és nem teszek bele, és nem veszek ki onnan semmit. Neki van több titkos fiókja, ami arról szól, hogy oda ő mindig berakja a kis titkos cuccait. És a Viki találta meg úgy, hogy már átnézett tényleg minden még egyszer a lakásban, a végső mencsvár volt a gyerek titkos fiókja, hátul a bakugányai mögött. Hogy mik? A bakugányai mögött, egy bakugán felragadva, mert hogy az mágnes és a kulcsra, berakva egészen hátul, tehát ha kihúzod a fiókot, még csak nem is látod. Tehát úgy kell, hogy be kell nyúlni, ki kell söpörni mindent, és akkor jött elő a szuszkul, tehát sansztalan volt, hogy ezt tegnap előtt megtaláljuk, valahogy egy ilyen
8 és feledik érzékelő ezt. Ez azért jó, mert ugye mondtuk is tegnap, hogy né, azért kérdez meg a gyerek. Nem, nem nyúl hozzá, mert rendes gyerek tudja, hogy ez az apja kulcsa. Mi történt? Valószínűleg Benni begyűjtötte a bakugánokat, vagy berakta. Igen. Nem tudom, hogy mi történt. Minden esetre megvan. De már készül a második kulcs. Készül a második kulcs, úgyhogy és minden normális, mert két kulcs lesz. Tudsz már valami biztos, atombiztos helyet a második igen, kulcsra? Igen, a Songoku mellett, közvetlen a Rainbow Dash előtt, a Bakugán mögött. Ugye, mert ilyenkor azt szokod, hogy megvan a porsz, elteszed valami atombiztos helyre, és soha többet nem találod meg. De soha. Igen, azt még nem tudom, elrakom. Fölírom magamnak, és elrakom, úgyhogy meg lesz a kulcs. Úgyhogy ma már a kis autómmal jöttem, és olyan boldog vagyok, mert ilyen kis apró örömök, hogy az ember viszi a saját autójába, nem kell a feleség autóját kínozni meg, sietni haza, hogy neki is legyen autója, hanem saját autóval jöttem, úgyhogy apró örömök ezek, de hát ennyi elég. Hétköznap ennyi elég nekem. Na, akkor én is szolgálok nektek most apró örömökkel, egészen pontosan hárommal, és majd eldöntitek, hogy melyik a három közül a legjobb apró öröm, mert hogy így tegnap szóba került a mi kis nyereményjátékunk a jövő héten, aminek a során egyik kedves hallgatunk, egy új autóval gazdagodhat majd, és ezzel gyakorlatilag megváltoztatjuk az életét. És szóba került az, hogy vannak már ilyen új autó szagú illatosítók, és hát tegnap bementem a hiperbe megvenni a napi betevőt, vagyis a gumiószert, és akkor láttam, hogy basszus, vannak ilyenek. Gyorsan kiválogattam háromfélét, csekkoljuk már le, hogy szerintetek melyik az, ami a leginkább megfelel a valóságnak, meg annak az itinernek, hogy egy új autónak új szaga is van. Ti ezt honnan tudjátok eleve? Mit? Tehát honnan? Nekünk egyszer volt, soha többet nem ismert. Nekem sose volt új autóm. Ugye, hogy soha az életemben nem követtem el azt a hibát, nem is szabad. Egy azt nem is szabad, gyerekek. Azt nem is szabad. Ahogy kitolod, hogy szoktuk most mondani, hogy 20% hús, már ez is. Na van ez a karácsonyfás, ugye a klasszik. Aha. De ne, ne. Atya úristen. A budira, amikor fújsz a spréből. Klasszik, de nagyon klasszik. És közelről beleszagolsz. Közelről beleszagolsz a budina sprébe, akkor azt szagold meg. Aha. Ez olyan, hát ennek nem új autó. Hát ennek nem új autó illata van. Ez a nem, ez nem ilyen, ez nem. Hát egy ilyen kamu karácsony, mert háromfajta, de egyébként a klasszik karácsony is ott van. Itt van a klasszik karácsony és a bunderes. Az nagyon vicces. Tehát a hiperes az nagyon vécés, az nagyon vécés. Megnézem a Wunder részt. Fölteszem ide az Ákos mikrofonjára, az Wunder nem fogja zavarni, ugye? Fú, gyerekek, milyen szag lesz itt a stúdióban. Aha. Ez ilyen hülyeség, hogy új autó illatot veszel, nem? Tehát ennyire baromság, hát azt nem tudja visszaadni egyébként egy autóillatosító, mert ott a bőrnek, a kárpit, a műanyag részek, ott mindennek olyan finom illata van, hogy... Hát ez még inkább. Alakul? Ez még alakul, inkább. Ne? Ez még dobjad. Inkább. Ez inkább. Tehát a klasszik Wunder az inkább. Azt el tudnám igen, fogadni, hogy az új autó. Tényleg. Hogy az új autó illat, jó, igen. És a harmadik? Az, abban nem bírok, mert beállt az agy. Tehát, hogy homályosan látok, és párásodik a tekintetem. Tehát nem, ezt nem bírom megszagolni a harmadikat. Feri, ezt rád bízom. Olyan tömény, hogy én eleve felfordul a gyomrom. Tehát beülök egy taxiba, ahol Wunderban van illatosítanak, felfordul a gyomrom azonnal. De csak arra vagy allergiás? Bűncselekmény. Vannak, amik jók, de ezek a Wunderbaumok, hát ez bűncselekmény az emberiség ellen szerintem. Tehát ilyennel nem szabadna már a taxisnak illatosítani. Jó, jó, hát ezt tudtam, hogy ezt te még használni akarod. Egyébként tényleg van valami, a klasszikban van valami. Azért az egy picit hasonlít az új autónak az illatára. Hát nagyon, az még durvább üdös. Aha. Na, nagyon büdim. Ugye ez a WC illatosító plusz nem tudom, még valami, még a, nem, ugye, a Domestos. Ez na, ennek semmi köze nincsen, hát hogy egy új autónak ilyen illata van, akkor inkább használtat. De hogy ez van. Jó van, figyeljetek, ebben az esetben azt látom, hogy egyébként pont a legdrágább volt a legjobb ebből a szempontból. Meg figyeljetek, végignézegettem az összeset, kb. 40 féle különböző illat volt, kerestem ilyen nagy klasszik illatokat, mint ahogy ezért dohányzós Wartburg, meg ilyenek, azt de azt nem találtam. Hát még mekkora lenne már, nem? Feltölt, már vehetsz az illatni valami nagyon komoly autót, de ugyanazt a régi illatot szeretnéd viszont látni, viszont érezni, hogy ilyen furán fogalmazzak, amikor beülsz reggelenként az autót, és tök mindegy, hogy milyen te annak a dohányzós Wartburgnak az illatát szeretnéd érezni, hogy az apád vitt annak idején. Hát, mondjuk a fatárhoz kötődik a szoki, azt értem. Érzelmi alapokon. Na hát igen. Kérdés, hogy ki mennyire akarja ezt érezni. Mert igen, én nekünk Trabant illatunk volt, azt én nagyon szerettem. Ahogy a benzin, ja? És ez a műanyag részek, meg a szőnyeg, és annak úgy keveredett az illata, sose felejtem el. Tehát beülsz egy trabiba, és emlékszel az illatra. Emlékszel az illatra. Csak elmegy mellette. A kipufogó gáz az is. Aj, de jó volt az, igen. Olyan. Na, nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóink. Ki, hogy ébred, kinek milyen a reggele. Azt mondja, hogy
Faterom Trabiában új illat van, csupán 87-es kiadású. Egyébként valahogy a Trabik megőrizték mindennél jobban. A ragasztó, az enyv, a szőnyeg, a benzin, és ott még a benzintank is szivárgott. Eredeti receptúra alapján készül. De tényleg igen. Általában 2-3 kulcs van egy autóhoz, Roberto írja nekünk. Nektek, a profik egyel elmennek. Igen, igen, a kettő a legreálisabb, de lehet, hogy van olyan, amikor hármat adnak. Az a legjobb, amikor valaki mind a hármat egy karikán tartja. Igen, igen, igen. Ilyet igen, is láttam már. Óvatosan mit beszéltek jegyzeteleg, üdv a ti nemzetbiztonsági kollégátok. Hát erről majd beszélünk, mindenféleképpen szeretnék erről néhány mondatot beszélni, ugye? Mert hogy hát vannak újabb elvetemült ötletek, és erről mindenképpen beszélünk majd, hogy a tartalomszolgáltatók mellé nemzetbiztonsági kollégát akarnak rendelni. Hát ezzel most még megy a vívás, de majd ezt mi megpróbáljuk elképzelni, hogy ez hogy de néz ki. De még mielőtt az új kollégák beérnének. Igen, és már most elkezdünk, hogy ki a gyanús, mi van, ha nem új, hanem egy régi bíztak meg, úgyhogy erről mindenféleképpen beszélünk majd. Azt mondja, hogy Bali, mutasd már be, légy a Morning Show stábját pár mondatban, ki mit csinál, stb. Ezt majd pénteken, jó? Tehát az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket pénteken 9 óra után, és akkor bemutatjuk a stábot nagyon szívesen. Azt hiszem, hogy kedves új hallgatók. Felállnak, név szerint bemutatkoznak, meghajolnak, visszaülnek. Pénteken 9 után lehet ilyen kérdéseket elküldeni. Nekünk mindenre szívesen válaszolunk. Kedvenc étel, ital, hobbi. Minden. Igen, igen. Bali, láttalak tegnap egy bizonyos sípályánál, csak ajánlani tudom, hogy a gyermeket síoktatásra akart beiratni. Tegnap kezdtek az ikreim, nagyon jó, Petya küldte. Na, nincs hó, gyerekek, kimentetek? Csak szólok. Zakopánim? Minek állsz le sípályán? De már vannak olyan sípályák, ahol nem kell hó. Ne hülyeség. De mit van? Itt tart a tudomány. Igen, itt van a tudomány, itt van egy dombot, beszórják egy bizonyos anyaggal, és csúszik rajta. Csúszik rajta, hogy ez most műanyag, vagy igazi hó, vagy lejegelik, vagy hűtik, többféle verzió, vagy lét sem kell, igen. Pingpongítva csúsznak a gyerekek. El akarom vinni majd a Benit egy ilyenre, hogy tanuljon egy kicsit, az jó. Jó, tehát nem kell már úgy menjen. Normafánál is van ilyen nyári, őszisi oktatás, ilyen műanyag pályán csúszkálnak. És mire a gyerek hóba megy, addigra jól. Két leszakított kukatehető, és már mehetsz. És már sielsz is, igen. Tatabányán brutális köd van. Jól van. Oké, na mutatjuk elünk, mi történt tegnap. Egy röpke ismétlés erejéig, csak hogy mindenki könnyebben keljen fel. Jó, nem tart soká, nem fog fájni. És utána jövünk a játékkal. Majd hogy állunk? 3-0-ra vezetnek a hallgatók. Már megint? Hiszem, igen, ez mi van velünk? Semmi jól is elvesztettük. De mert te ilyenek vagyunk, hát megnyertük az évet. Most és most lazítunk? Persze, nem kell küzdeni már, ez legyen az ő. Lazítsunk. Jó. Na, legyen így. Valahogy ki kell majd. Nyomorúságos egy magyarázat, de fogjuk igen, erre, hogy már nálunk már karácsony? Igen. Nálunk már karácsony. Jó, pihenünk. Na. Drágáink, mutatjuk akkor az ismétlést, jó? És utána jövünk még vissza, ha van friss közlekedés. Küldjétek, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. De jó volt ezt úgy hallgatni, hogy megvan. Jaj, apró örömök. Én már nem keresem a nagy élvezeteket és a nagy örömöket az életben. Az ember 40 évesen már nem kell, hogy sokat akarjon. Illetve 38 pontosabban. Azért. Túlozzunk. Hát, attól függ, hogy kiszámolja, ugye? Attól függ, hogy kiszámolja, így van. Feri számolja, akkor 39. Nekem még csak 38. Nekem még csak 38, igen, ez attól függ, hogy ki hogy matekozik. Na, jól van, drága hallgatók, akkor lehet jelentkezni játékra. Jó. Egészen nyugodt. Olyan voltam, mint Tóth Gábor, úgy szerelt az orrom. Sipolt az orrom, besipolt a bal orrcimpám. Szóval lehet jelentkezni játékra. Írjátok meg nekünk, hogy kivel szeretnétek, miért szeretnétek, és hogy indult a reggeletek. Akár 85-ös számú főút 64-es kilométer könnyen van egy balesetrendőr irányít, ezt Ildi küldte nekünk. Ildi, köszönjük szépen. Harkányban olyan köd van, hogy nem látok ki a fülkémből, Kotrós Gyuri üzente nekünk. Megünnepeltétek azt a 7 meg a 800, Feri kérdezi. Meg, jó, persze. Volt 7-7, 7. születésnap, de 8. torta, de 7. De 9. belépsz, és te 10. leszel mindjárt, volt? 7. születésnap, 8 disznó. Ennyi. 8 disznó, 9 kacsa. Így van, láttátok-e a Ferrari-s videót, kérdezi. Csaba, ezt láttuk a Ferrari-s videót, így van. Ahogy összetörtem magát alá Ferrari. Foglalkoztunk is fel, és tegnap fölkerült az internetre egy gyors kis videó. Hát ott jobbra elcsűrte kicsit, nyomott egy kövéret, kiszaladt a segge, és sem. 3 autót lecsarolt. Hát egy, hát ezek a rohadt hideg versenygumik, ugye? Nem is értem, hogy lehet hideg versenygumival kimenni a pályára, igen. Na, írjatok SMS-t, ha játszanátok, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan, 7 óra, itt vagyunk újra. Jó reggelt mindenkinek, ide egy hallgató. Baleset van a 85-ös úton, a 64-es kavicsnál, Peresztek közelében, egy személyautótól ért egy kamiont, félsávon engedik csak a forgalmat. Szabesz küldte nekünk. Győrben olyan köd van, hogy kampókezű emberek jönnek elő. Ezt nem értem, Gázos Petya küldte nekünk. Aztán... Köd című horror.
Fasz. Ja, a Kőcímű horror tényleg nem ugrott be, igen, amikor négyet kopognak. Igen. Ú, de jó volt az, de féltem tőle gyerekkoromat. Atya úristen, most van Magyarován akkora köd van, hogy most fordítottam meg a kutyát, igen, hát ezt már ne küldjétek el, hogy befelé ugatott, mert nagyon sokan elküldik, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy van-e még valami, ami közlekedés. Igen, mérnek a harmadik kerületben a Madaras Áruház után a Szentendre úton, Szentendre felé, ezt Fagy is küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig játszunk, megnézzük, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, hogy hívnak? Dávid. Dávid, honnan hívtál minket? Most éppen az M7-es autópályáról. Merre vagy? Székesfehérvár felé tartok. Székesfehér, szállítasz valamit, ott van dolgod, arrafelé dolgozol, mit csinálsz? Onnan fogok szállítani valamit, igen. Mit szállítasz, tudhatjuk? Ételmintát. Oh. Volt valami mérgezés? Nem. Hova? Beszélsz egy kicsit, Dávid, az segít nekünk. Ha... Persze. Köszönjük. Szlovákiába szoktam kivinni a dolgokat. Szlovákiába? És miért kell oda vinned ételmintát? Nem tudom, úgy hiszem, hogy ott van az a bevizsgáló labor. Ja, és akkor ott kell bevizsgálni. Igen, igen. Na, az jó. Jól van, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs. Most de olyan boldog a reggele, megtalálta a kocsi kulcsot, tényleg ne cseszeges már. Éppen almát hámozok. Tudod, milyen fontos ez? Hogy... meghámozod az almát. Én meghámozom az almát, igen. Nem vagy felnőtt férfi, mi van veled? Na, hát a vegyszerek, meg a írtószerek, meg milyen fényeket. Meg hát szeret hámozni. Hát igen. Hímez, hámoz. Szeret hámozni, nem tud, de szeret. Annyi, hogy almát hámozok, abból pisztácia lesz. Tehát ennyi tulajdonképpen, a méreteket. Én diót csinálok az almából egy pillanat alatt, viszont az nagyon finom. Az egy falat, ami maradt belőle. Ha megnézed a lehámozott hét darabokat, akkor nem tudod eldönteni, hogy hámozott vagy szeletel. Igen, nehéz eldönteni. Na jól van, oké. Dávid, hát a hallgatók akarata szent, ha ezt akarod, legyen. Indítjuk az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Na Dávid, mesélj egy kicsit magadról. Szeretnél kérdezni? Na hát kérdezzél inkább te. Vagy kérdezek én? Rendben. Mit csinálsz szabad időben? Hát többnyire otthon pihenek, focizom. Focizol? Fatigan. Tényleg? Le vagy igazolva valahova? Baráti szerintem szoktunk. Tehát csak így a grundon. Műfű, salak, műfű. Tornaterem, műfű. Műfű. És mit játszol? Kapus. Kapus. Az jó, hát az keveset. Az keveset rohan. Hát, mondhatjuk. És mit csinálsz hétvégén? Van barátnőd? Van, igen, mennyasszonyom. Ott a vége. Igen. Jöjjjj. Pedig. Csak kiugrasztott sorozat a bókorban. Próbált menekülni, egy szavas válaszokat adni, előre menekülni, de elkaptuk. Elkaptuk. A csajnál rögtön látod, a szerelem. A szerelem. Egyik bajra jött a másod. Így van, a szerelem azonnal elvett a leszedet. Dávid, hát most nincs ajándékcsomag. Rendben, azért köszönöm szépen. Köszi a játékot, ciao. Szia. Hello. Na, ennyi gyerekek, a szépítés. Hát a szépítés kellett. 3-1, nyomorúságos, de legalább egy kicsit szépítettünk. Nem szabad kiengedni, nem szabad arra gondolni, hogy már megnyertük az évet. Minden győzelemre szükség van, gyerekek. Muszáj. Üssük, vágjuk őket egészen decemberig. Elkanászodnak, aztán jövőre lenyomnak bennünket. Hát nem csatákat is be kell húzni, nem csak a háborút. Négy van. Pápán akkora köd van, igen, ezt sem olvasom be. Azt mondja, hogy a 31-es úton Sűsáv és Mende között 3 kilométeres a sor, az okát nem tudom. Csornám érnek a szokásos helyen, ez Svarci küldte nekünk, és... igen, hát nagyjából ennyi. Na, jövünk vissza mindjárt, jó? Ákos újra elmondja a legfrissebbeket, aztán itt vagyunk a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Queen-nel próbáltunk mindenkibe életet lehelni. Ez még zene volt. Gyerekek, ez egy jó kis zene. Úgyhogy tessék szépen ébredezni és indítani a reggelt, kávét kavargatni, kenyeret kenni a gyereknek, elindítani iskolába, óvodába, és
és közben hallgatni bennünket. Hát erre ébredt most az ország. De ez jó zene. Nagyon szeretjük. Itt meg nem a számítógép dominált, hanem a emberi erő. Zseniális, zseniális volt, így van. A Brit Tabán, így van. M1 Hegyeshalom Győr között nagy köd van. Figyeljetek, hát nem tudom mire. Azt akarom csak mondani a hallgatóknak, hogy érdemes-e arra SMS pazarolni, hogy nagy köd van. Most ezen tényleg gondolkozom, hogy ő elküldi, én nem mindig olvasom benne, nem akarom, hogy 20-30 forintot kidobja. Hát valószínűleg úgy látja, hogy nagy köd van. Vagy hogy. Szóval ha baleset van a ködben, vagy valaki nem kapcsolja le a féklámpáját, vagy autót látok felborul, az oké, de kb. 150 SMS megjött már, hogy nagy a köd. Teljesen felesleges, nem tudom az összeset beolvasni, ez nem ad hozzá nagyon a reggelhez. Mert az ország nagy területén most, ugye hát... Mert azt mondod, hogy ez a légkörű jelenség könnyen értelmezhető mindenki számára? Látod. Ez igen. Meg mi lehet? Igen, tehát ha nem látod Mária, a tájat, most mondja, akkor köd van. Igen. Igen, meg, tehát ez nem ad újat. Ha dugó van, ha baleset van, ha lassítani kell, ha torlódás van, ha gyalogos, őzik el, szúrik át a opuszum, megy az M5-ös gyalogos őzik-e, vagy motoros őzik-e? A motoros őziket mindenképpen igen. Írjátok meg. A kvados őziket mindenféleképpen fotózátok is le. Oldalkocsiban, rókában. Tehát az mindenképpen, csak az, hogy ködben, azért akarom csak elmondani, hogy ne küldjétek el, mert sajnálom az SMS-t, még ha lehet, hogy nem tudom, tényleg iMessage és Wi-Fi-n keresztül tök ingyenes, csak nem tudom az összeset beolvasni, hogy köd. Hát persze, hogy köd. Tehát, hogy köd van, mindenhol van köd, jó? Úgyhogy ezt ne küldjetek. Nem fogom beolvasni. Azt mondja, hogy nézem viszont, hogy mi az, ami más lehet. Így van, M1-es, Hegyeshalom Győr között nagy a köd. Hát, jó van. Ez még régen. Igen, most ha valaki elküldi, hogy nagy fene köd van Maris, akkor viszont tényleg kiugrom az ablakon. Akkor tényleg leugrasz gyömbér. Akkor biztos, hogy ilyen, és elmegyek kenyér. Baleset a 86-os számú főút 46-os, 47-es kilométer szelvényében. Nagy a köd. Na de látod, ha szóltál volna előre, itt lehet, hogy nem történik baleset. Igen. Baleset a 81-esen Mór és Kisbér között. A helyszín még nincs biztosítva. Nagy a köd, óvatosan menjen mindenki. De ez legalább azért fontos, mert hogy a ködben egyszer csak van egy baleset, tehát ott jó, ha megírják, hogy nagy a köd, viszont a köd végén ott a baleset. Egy friss SMS-ből kiindulva, azt se írják meg, ha nincsen köd? Azt mert se írjátok meg, hogy nincs köd. Te most azzal foglalkoztál, hogy mi van, ha köd van, azt ne írják meg, de ha nincs köd, azt se? Ne írják meg. Jó. Ne írják meg, ha nincs köd, azt se írják meg. Kérlek, segítsetek azzal, hogy bemondjátok, kérjük a MÁV-ot, hogy a reggel 4:38-kor Egerből induló keletibe tartó személyvonat 5. kocsiját legyenek szívesek visszaakasztani, amit az őszi szünet óta elfelejtettek megtenni. Azt hittem, hogy itt ülünk az állomáson. Igen, ezért. Reggelente Henningként szorongó utasok. Tehát itt valószínűleg tényleg erről van szó, hogy 4 kocsi van, és levették az őszi szünet előtt, hogy nem kell, mert őszi szünet van, csak nem rakták vissza az őszi szünet után. Mindenféle ilyen akciót általában olyan spórolásra szoktak megmagyarázni, de ezen például mit spórolnának? Fáradt a mozdony, vagy hát, kevesebbet fogyaszt, vagy... Drága MÁV, tegyétek vissza. Léci. Jó? Léci, tegyétek meg, ha hallottok bennünket, vagy szóljatok a kocsi visszatevő embernek, hogy akassza már vissza. Baktasson már oda, és akassza már vissza. Zoltánnak. Kocsi Zoltánnak, hogy legyen szíves visszaakasztani. Na, néhány szó a turnéról, mert hogy jövő héten indulunk. November 9-én Debrecenbe kezdünk. Egy ország küzdhet majd a Morning Show-s Klassz FM-es autóért, egy gyönyörű, mindenféle szépen jóval extrával felszerelt Suzuki Vitaráért. A szalomból tud majd kigurulni. Igazi. Egy szerencsés Morning Show, egy szerencsés Klassz FM hallgató. Igazi új autószaggal. Igazi új autószaggal. Ma reggel teszteltünk, nem találtunk semmit. Szerintem ezt a 3 illatosítót odaadhatod grátisba. Mondom, a 3 illatosítót közül az egyik Jani. Visszacsomagolva, a másik a kukában, a harmadik a WC-ben. Na, az ott a helye. ott a helye. Egyébként tényleg hát szörnyű illat. Azóta konkrétan olyan migrénem van, hogy beleszagoltam mind a 3-ba, hogy... És ugye úgy néznek ki a helyszínek, hogy november 10 Pécs, november 11 Esztergom, aztán Győr csütörtökön, és november 13, péntek 13 Budapest. A West End nyugati téri bejárata előtt leszünk, ott dől majd el, hogy ki lesz autó tulajdonos. Úgyhogy érdemes kijönni a helyszíre, érdemes hallgatni bennünket, érdemes játszani és találkozni velünk. Mi nagyon várjuk, nagyon szeretünk utazni, úgyhogy jövő héten országjáró turné. A helyszínek... Parancsolsz? Sem, tessék, teljesen. Akkor nagyon szépen tudok, köszönöm. Nem szólok bele abban, amit szeretném mondani. A helyszínekkel kapcsolatban informálódhatok a Facebook oldalunkról, a honlapunkról, hallhatjátok majd a spotokban, de mi is elmondhatjuk, Debrecenben régi helyszín, bevásárlóközpont sarkánál, Pécset szintén a régi helyszín, ott is már voltunk egyébként, Esztergomban még egyáltalán nem voltunk, ott a Széchenyi téren leszünk, Győrben pedig annál a plázánál leszünk, ahol legutóbb a postás cuccnál, de a másik oldalon. Megtévesztő módon. Megtalálnak bennünket. Budapest pedig a másik oldalon.
a West End-nál. Na, ragyogó, jó idő lesz, csak annyit akartam mondani, kire? És ugye mindig kérdezitek, hogy csak ott lehet a helyszínen bekerülni, nem, mert lesz rádiós játék is, lesz. De a helyszínen nagyobb az esélye. Bizony. Egyébként. Tehát, hogyha mondjuk a hallgató számot nézzük, akkor abból hát, bekerülni nehezebb. Így van. És most legyertek. És na, most lehet, hogy ez a turné, azért ne felejtsük el, ez a búcsú a fürtöktől turné is egyben. Igen, így van, Bali utolsó hajás turnéja. Hát, hogy egyre jobban úgy néz ki, hogy hajat vágunk. Hajat vágunk. Lesz még ellenőrzés? Dohányzási ellenőrzés? Hát én még azért kíváncsi lennék az a nikotinos ánusz kúpodra, de ha azt sem találjuk meg, akkor... neked, cuki fiú. Akkor igazából megvagyunk. Akkor megvagyunk. Én már készültem egy válligtartó kesztyűvel. Képzeljétek el, álmodtam vele. Mivel? Álmodtam a dohányzásra. Azt hittem az ánuszkuppa. De az nem, azt minden nap használom, de elég sokan mondták. És megkismert fúrdalással keltél, mert jól esett? Nagyon jó volt. Velem is előszakott fordul. Tényleg? Hogy álmodsz róla és jó lesz? Nem, ezt sokan mondták, hogy egy idő után ez így előjön azoknál, akik letették a cigit. Ugye idéglenesen mindig azt mondjuk, és arról álmodtam, hogy ülök a haverjaimmal, fröccsöt fogyasztunk, szépen kultúráltat, és cigizel, és és mindenki cigizett egyet, és fölébredtem, és annyira jó volt, de mondtam, hogy nem, ez csak egy álom, magával akar rántani, de ne hagyd magad, Feri. És akkor ebben és reggel úgy ébredt, hogy jaj, de rágyújtanék? Igen. Tényleg? Mert hogy annyira jó volt az álmomban a sztori, hogy reggel fölkeltem, és akkor eszembe jutott, hogy... De aztán megláttad Balit kopaszul magad előtt, és mondtad, hogy nem éri meg. Kint nem van ér. A kis képed a szobánkban, és akkor ott le van satírozva a hajad körbe. Ezek ilyen fantomérzések felé, mint amikor a levágott lábú embernek ugye viszked még a helye, vagy mint ahogy majd olyan Bali bele fog túrni, majd januárban semmibe. Bele tudok majd a hajamba, így van, és nem lesz már sem, és fölordítok. Hogyha. Ó, és én meg a hajammal álmodok majd. Fel akarok ébredni, fel akarok ébredni. Nincs bajom a hajvágással, azzal van bajom, hogy nehogy megkopaszodjak. Mert nagyon sok olyan SMS-t kaptam, hogy ugye én is levágattam Bali, de meg fogod bánni, mert nem nő úgy vissza. Attól viszont rettegek, ez hogy egy hec kedvéért, egy fogadás kedvéért levágom, tudod, és egyszer csak elkezd majd foltokban kilulni, mert megfáznak a hajhagymák, yes, vagy mit yes, tudom én, mi történik, kijövök egy fürdőből, a Széchenyiből január 1-én, érted? Kiszaunázom magam, nem fúzom fel a kis sapimat, amit a lelkemre kötött a Viki, hogy tudod, tél van sapkasár, tudom anyu, felhúzom, és nem húzom, és megkopaszodom. És úgy nő vissza, hogy ilyen foltomba. Érted? Ne higgy nekik. Nekem higgyél, mert nekem konkrétan ez megvolt, amikor ugye hosszú volt a hajam, és észrevettem, hogy egy idő után nem kezdett nőni. Mindig visszavágtam belőle, és aztán mondom, levágom az egészet, megerősödnek a hajhagymák, szépen visszanő, hosszabb, dúsabb lesz, mint régen. Nézd ide! Soha ne. Többet nem nőtt ki neki. És konkrétan ez történt. De valószínűleg, hogy te már hosszú hajjal is kopaszottál volna. Tehát te genetikailag kopaszottál, levágattad. Hogy ebből is így kopaszottál. Persze. Nem, hát genetika azért... Genetikai hulladék, vagy ja, nem tudom, érzed el. Hát gyerekek, hát ha valakinek nincs haja, azért nincs haja, mert kopasz. Ez törvényszerűség. Nem vette észre, mert a hosszú haját ráfésült a kopasz foltokra, ugye? Tényleg. Nem, hát ugye egyre van bosszúja. Egyre van ritkult, tehát te genetikailag elkezdtél kopaszodni, és megkopaszottál. De a vége elkezdett törni, meg vékonyodni. És mindig visszavágtam, és mondtam, nagyon nem fogunk itt visszavágni. Atya Isten, nem letoljuk az egészet, utána gyönyörűen megerősödik, aztán olyat lóbálok majd a következő. Méden koncert, hogy ihaj, aztán már nem lóbáltam semmit. Illetve nem azt, és nem ott. Megvan még az a nagy usankád, amit pár évvel ezelőtt? Meg. Na, meg. Akkor azt izzítsad. Befelé most egy gólya család lakik benne. Jaj, hogy a hősugárzóval fogok járni. Mindig meleg. Nevelem fénnyel a hajagymáim. Mindig meleg, egy ilyen űr, mindig hornyulának volt régen, tudod, ilyen brutál fejszerkezet, mind a hősugárzó. Természetes napfény, UV-fény, ezért trágyázni fogom a fejem, szerves műtrágya, minden lesz, kétszikű gyomírtó, minden, csak hogy nőjön vissza, mert rettegek, hogy ez... Istenem, add, hogy kinőjön a haja, mert én leszek érte a hibás, hogy akkor véget, életed végéig üldözni foglak és terrorizálni, az biztos, igen. Nem baj, majd a kobakendő vége lebeg utánad. Na jó, nem, kobakendőt azért nem. Kobakendőt nem, azt meghagyjuk DJ Dominiknek. Azért maradtam egy picit csöndbe, mert gondolkoztam. Hogy? És nézem Ferit egyre gyanúsabb. Mi? Te vagy a kém? Nem vagy a kém? Én nem lehetek kém. Miért nem lehetsz kém? Azért nem lehetek kém, mert a kém az álcázott dolog. Az egy álcázós történet. Te vagy a kém? Hát ha valaki kém egyébként itt... Te maradtál, Jani. Te vagy a kém? Nem én, Jani kám. Hallottátok ezt az új rendeletet, amit elvileg már reagált rá a kormány, de ezért beszéljünk róla egy fél mondatot, a viccesség erejéig. Zsűlöm, Balázs Kám, Jani Kám, Feri Kém. Ugye? Jani Kám.
Ugyanis a belügyminiszter adott be egy módosítási javaslatot, miszerint titkosszolgálati munkatárs dolgozhat majd a szerkesztőségeknél, a különböző tartalmat előállító szerkesztőségeknél, tehát TV, rádió, internetes honlapoknál elvileg titkosszolgálati munkatárs dolgozhat. Nem lehet tudni egyelőre, hogy ez pontosan mit jelent. Tegnap este már egyébként reagált a kormány, és szerintük félremagyarázás az egész, de mégis játszunk el a gondolatot. Tehát miről van szó valójában? Arról van szó, hogy majd ide hozzánk beépül egy titkosszolgálati munkatárs, és figyeli, hogy mi mit csinálunk, hogy aztán tudjon jelenteni? Így van, jön egy új, hát ez érdekes. Új melós valamilyen pozícióra, akit beültetnek itt, és azt mondják, hogy ezentúl ő a nem tudom kicsoda, és egyszer csak, tehát amikor itt sunyogva oldalt néz, látod, hogy jed, akkor fordítva van a kezében a magyar nemzet. Na már, akkor játszunk el a gondolattal, új ember jön ide, aki titkosszolgálati ember lesz, vagy egy régi embert szerveznek be. Ugye nem mindegy. Egyáltalán nem. És csak meg, hogy ki kezdett el mocorogni? Az ül azonnal fel át a rémet. Tehát, tehát hogy van ez? Azt nézem, hogy ma gyanús-e valaki ma reggel. Szerintem. De nézlek benneteket, egyelőre nem viselkedtek gyanúsan. Zsül ezzel a fura járkálással egyébként egy kicsit egyre gyanúsabb. Az a leggyanúsabb, egyre aki gyanúsabb. Nem gyanús egyáltalán. Aki nem gyanús egyáltalán. Aki nem gyanús egyáltalán. Illetve az, aki például a nyomozást kezdeményezi. Hát mit gondoltok, miért próbálom átjönni rátok? A legprofibb kém az azt csinálja, hogy megpróbál egy kis gyanút kelteni. Persze, ki lehet olyan a kém? Hát a kém. Vádolj meg mindenkit azzal, hogy ő a kém, addig is elterelődik rólad a figyelem. De most hogy néz ez ki a valóságban? Egyszer csak itt reggel megjelenik nálunk majd valaki, és azt mondja, jó napot kívánok, Horváth Ádám vagyok, a kém. Hát ezt nem mondja szerintem. Miért pont Horváth? A feleségem is Horváth, ez nem Horváth. Jó, Horváth. Kis Ernő vagyok. Vagy Nagy Péter. Én vagyok a kém. Vagy Damjanics Ján. Igen. Én vagyok a kém. De mondja, hogy ő kém. Hát csak nem mondja. De hát most ide hozzánk be kell, hogy jöjjön. Akkor azt mondja, hogy jövök kávét főzni. Szeretlek benneteket, minden nap kávét fogok nektek főzni, és friss süteményt fogok hozni. Mi ennek megőrülünk? És minek jönne ide? Hallja, hogy mi történik a rádióban? Azt akarja hallani, hogy mi történik megszólásokon kívül. Hogy mit, igen, hogy mi történik valójában a rádióban. Mi történik valójában a rádió, mert azt hallhatja a kém, hogy itt mi most miről beszélünk, mert adásban beszélgetünk. Aha. A kém tudni akarja, hogy mi történik megszásokon kívül, tehát ide kell jönnie. Aha, tehát, hogy amikor lekapcsoljuk a mikrofont, akkor elhangzik az, hogy rohadt kémek. De a kém hogy épül be, hogy egyszer csak egyet jön, aztán többször jön, majd, vagy először ott van és végig ott van, vagy csak ide bejön, lerak valamit. Aztán bejön megint hoz egy kávét, és egyre többet vágod. Hogy épül be a kém? Te biztos olvastad az én Stirlitz című könyvet. Igen, Stirlitz lesz majd a munkájunk. Miről jelent? Tehát mit mond? Hát a valóságról, arról, ami most történik, mert hogyha arra lenne kíváncsi mondjuk, ami tegnap, vagy tegnap előtt, vagy egy héttel ezelőtt történt, akkor csak meghallgatja a híreinket Ákostól. Na de várjál, ha titkosszolgálati munkatárs érkezik, igen, az titkos. Ha beül, hogy ő a kém, akkor hogy titkos? De várjál, azért, mert titkosszolgálati, attól hát ő maga is titkos. Tehát igen, aha. Hát akkor a személye is titkos. Vagy beépül egy titkosszolgálati, úgyhogy nem titkos, én tudom, hogy ő a kém, de ő nem akarja, hogy tudjam, hogy ő a kém. Vagy akarja, hogy tud, hogy ő a kém, csak közben ő kémkedik. Érted, hogy milyen nehéz ez? Illetve, ha mi nem itt geggelünk, hanem mondjuk elmegyünk haza, és ott, akkor elviszük magunkkal, hogy ott is hallja, hogy miről beszélünk? Ugye mindig itt történik az a műsor előkészítése, a másnapi témák megbeszélése, telefonon beszélgetünk, jövünk, megyünk, ugye? Hát egy csomó minden történik. Jön majd, és ott ül mellettem az autóba, és hallgatja, hogy miről beszélünk? Az a baj, hogy dolgozz csak, Balázs, dolgozz csak, én csak itt vagyok, jegyzetelek, nem csinálok semmit. Elmehetek veled hazáig. Én közben beszélek a Lacival éppen arról, hogy mi lesz az adásban, és jön velem. És most kimondtad a nevet. Ne, a Laci a szerkesztőnk, a kém nevét nem tudom. Laci a szerkesztőnk? Egyáltalán Lacinak hívják a szerkesztőnk? Valaki mostanában gyanúsan viselkedett, lehet ő a kém? Vagy ők most kezdenek majd el beépülni hozzá. Ki az, aki állandóan hangfelvételeket hallgat ebben a rádióban? Hát hiszen a kémkedésnek az egyik alapvetése a rögzítés. Hát ki az? Nézzél oda. Bizony. Ott éppként, a kém. Neki mindene megvan. Éppként tudod ki a kém? Én rájöttem. Az Antalvali. Ritkán jön. Két hetente jön. Itt ül utána 10-ig. Egész fura. Nem azért mondom. 10-ig itt ül. Ugye? Múltkor megkezdtem. Vali, nem hívtunk neked taxit? Nem, csak itt üldögélek. Hú, mondom, nyarús vagy. Ma megint jön, itt van, itt marad. Kérdezd már meg, ha itt van, hogy ő a kém. Mindenképp. Van mindenképpen megkérdezem. Aha. Igen. És ráadásul sípolva jelent. De ez 14 napból egy, mi van a másik 13 napban? Tóth Gábor. Akkor még mindig van 12. Így van, Mr. Pulitzer, neki ráadásul fedőneve is van.
Egészen elképesztő egyébként ez a terv. Bár tegnap este ugye már reagálták, és azt mondták, hogy szerintük félremagyarázás az egész. Szó nincs arról, hogy a szerkesztőségbe küldenének titkos szolgálati dolgozókat. Ez a javaslat csak a távközlési szolgáltatókra vonatkozik. De én azért azt mondom, hogy készüljünk, figyeljük fel egymást, készüljünk fel, és ha valaki gyanús, jelentsetek nekem. Így van. Aha. Jó? Aha. Jó. Én kezelem az ügyet. Csak jó. Én tudjak mindenről. Ja. Jó? De rendes vagy, hogy magadra vállaltad. Ez nagyon nézzük jó. Egymást, követjük egymást, figyeljük egymást. A legegyszerűbb módja annak, hogy valaki adatokat gyűjtsön, nem? Hogy? Amit most te azért mondom. Iha. És ebben az esetben ráadásul, hogyha ugye mondjuk elindul egy belső vizsgálat, mert kiderül, vagy elkezd valaki gyanakodni egy feljebb lévő poszton, hogy valaki innen jelent, akkor ugye mi történik? Balázs azt fogja mondani, mindenki más jelentett nekem. Tehát kik a kémek? Én nem, hiszen nekem jelentettek. Ha? Akkor ők a kémek, ugye? Ugye. De egyébként, ha arra is kíváncsiak, hogy te otthon mit csinálsz, igen, akkor tudod, hogy ki a kém, akivel otthon együtt vagy meg itt így is. Van. Hm? Tehát mindenki legyen gyanús mindenkinek. Én ezt mondom. Figyeljük egymást, tényleg még egyszer. Jó. Jó? És ha valakivel baj van, szóljunk egymásnak. Oké. Jó? Legyen így. Legyen így. Nektek is fura? Hát persze. Tudod, hogy miért volt reggel 2 felezzene? Hogy te majdnem elkés, és azt ő már jelentesse. És már jelentesen. Na jó van. Oké, valami másról is akarunk még beszélni ma reggel, ugyanis egy nagyon helyes hírt találtunk, és hát szerintem mindenkinek van hasonló szomszédja, ugyanis megdöbbentő látvány fogadta a londoni Commercial Street lakóit, ugyanis egy középkorú nő órákon keresztül üldögélt, anyaszult mesztelenül széttárt lábakkal az egyik háztetőn, amivel egész egyszerűen nem zavartatta magát. A lakók vették észre, nem szóltak neki, de furcsálották új szomszédjuk szokását. És végül kiderült, hogy a nem egészen szégyenlős lakótárs egy művésznő, és ezzel a performanszal kívánt bemutatni valamit, méghozzá azt, hogy ő mennyire exhibicionista. És eszembe jutott az a gondolat, hogy talán mindenki állt már ki úgy az erkélyre, vagy nézett ki úgy az ablakán, erkélyablakon, konyhaablakon, hogy látott valami olyat, amit nem biztos, hogy akart látni, de aztán megtetszett neki, és utána még ment az ablakhoz, hogy még többet lássa és lássa, vagyis kinek milyen fura dolgokat csinálnak a szomszédjában. Erre akarok kiukadni. Amikor kiállsz az erkélyre, hát ugye te is sokat állsz az erkélyen, amíg dohányoztál, átnézel különböző lakásokba, átpillantasz, nincs elhúzva a függöny, és látsz valami egészen bizarr dolgot. Régi szép idők, mikor még áldogáltam. Egyébként nem tudom, arra emlékeztek-e, hogy egyszer beszéltünk a katasztrófa védelem egyik kiváló munkatársával, aki engem beköpött, hogy én alsógatyában, még a alsógatyában járok dohányozni, na most akkor jelentenék róla, mert ott van a szembe szomszédomba, hogy a macskáját fotózza éjjel-nap, a kirakja az erkélyre szerencsétlen jószágot, így áll kint a macska, érte tényleg, és megy az ízével, és egy ilyen géppel állandóan fotózza körbe. Tehát kirakja a macskáját a hívásba, és azt fotózza. És fotózza kint, de télen is. Emül nyilván ez a legmegdöbbentőbb a szomszédi viselkedésben, de ha kell köpni, akkor tessék, nekem is van sztori. Miért van az, hogy kiállsz az erkélyre, és óhatatlan vágyat érzel, hogy tényleg kicsit átnézzél mindenhova? Hát be kell nézni. Ahol nincs elhúzva a függöny, ahol belátsz egy kicsit, ahol mesztelenül járkának lehet, ahol valami fura dolog történik. A kukolás az iszonyatos izgalmas dolog, de hihetetlen jó dolog. Tehát egy csomó ilyen valóságsor is épül erre. Nem véletlenül, mert tényleg egy olyan belső igényt elégítenek ki, ami szerintem minden egyes emberben ott van. Egy picit belelátsz az életükbe. Minden, amit addig takargattak előle, nem minden, ami titkos volt, minden, ami privát volt, abban a pillanatban egy picit megnyílik előtte. Igen, én is észrevettem már, hogyha látok valamit az erkélyen, és nincs elhúzva a függöny, nem megyek be. Tehát akkor ott maradok, megnézem a folytatást, várom, hogy történet lesz a dologból, mert hogy ott ilyen kis mini drámák bontakoznak ki. Laktam társasházban, én is laktam panelházban, hát ott tényleg kiállsz az erkélyre, és 800 mozit nézel egyszerre, nem? 600 lakás van veled szemben, 600 lakás van melletted, ott bármit megtudsz. Te is megfigyelt vagy tulajdonképpen a sztoriban? Ugye, hogy nem? Ha elhúzod a függöny, nem tudsz az lenni, tehát mindig ott vagy, ott lehetsz megfigyelő, akik nem húzzák el a függönyt. Az egy áldásos dolog, azért el tudod húzni a függönyt. És milyen mini drámákra gondolsz? Hol van az autókulcs? Hol van az a tetves sluszkulcs? Megmondtam neked, Noel, hogy add vissza. Add vissza a sluszkulcsot. Nem, most ahol lakom, ott nem tudok kémkedni, mert ott nincs nagyon, hát szomszéd van, csak tehát előre nézek ki, és két oldalt van szomszéd, tehát elől út van. Azért az nem túl izgalmas. Azt mondtad, hogy van ott valaki, aki nagykalállal falja az életet. Falta régebben. Jobbra mellettem a szomszéd. De ezt csak onnan tudod, mikor a létrát oda támasztottad. Hát, ez átnézni. Igen, ő esemény dúsan élte az életet, most már megnyugodott, tehát most már gyermek van, feleség, ja, barátnő. De régebben volt olyan ingerencia benned, hogy oda
átmásztál a kerítésen, oda söndörögjél a nagy, hogy hívják, az a téli kertnek az ablakához, oda húzzál egy kempingszéket, kinyisd. Most még mondod el, hogy mit csinál. Volt, igen, de amikor hajnalban, hogy háromkor véget ért a buli, és a lányoknak hívott egy taxit, akkor azért azt megnéztem, hogy milyen buli, milyen lányok, hogy szállnak be a taxiba, mennyire vannak illuminált állapotban, igen. Tehát az ember akkor... Nem szégyeled magad? Én nem szégyelném. Tehát az ember akkor azt nyilván megnézi. Na de hát legyünk őszinték, valószínűleg mindenki így van ezzel. Hogyha lehet kukkolni egy kicsit, akkor átnézel. Átnézel és úgy is kukkolsz. A legszebb, amikor még a Marina parton laktunk, ez szintén ott a Danubius rádióval igen. Szemben volt, nagyon könnyű volt, és ott valami oknál fogva a tervező az úgy érezte, hogy a két párhuzamos tömböt, mert az egy ilyen szerintem ilyen nagy tömbös panelház-szerű dolog, de hát nem abból van, mert ahhoz drága, azt ilyen 10 méterre rakja egymástól. Tehát akármit követtél el, mindenki látott mindent, és ott volt velünk is régen lefelé egy csávó, akinek az esti szórakozás az volt, hogy hazajött 5 körül, és ezt minden este megnéztük, 5 körül hazajött, hétre elintézte magát tütűvel, és a konyhaasztalon aludt 1 óra. Esküszöm, 7-től 8-ig, ezt minden este megnéztük, tehát hazajött ilyen 5 körül, nagyon jó. 5 körül, azt nem tudom, hogy mit ívott, de valami nagyon durvát, mert hétre, de egyedül ült a konyhaasztalnál, hétre. Vége volt? Vége volt, lefeküdt az asztalra, egy óra múlva fölkelt, és utána nem látta. Nagyon jó. És ez minden. Jó, de 2 naponta egész. És kicsit, ha már egy idő után nincs, hiányzik. A persze, nem? Már ugye? Minden este kinéztünk, hogy ma meg lesz a műsor. Igen. És egyben meg van. Volt. Marina part szapon opera. Igen. A 328. rész. Lajos igen. Megint részek. Igen, csak nem volt benne sok izgalom. Csak igen, de legalább kiszámítottad. Mindig ugyanezt a minőséget kaptam. Én láttam mindent. Én láttam idős bácsit, én láttam pasit alsógatyában. Nekem ez a nagyon filmes, jó csaj vetkőzik a másik oldalon. És átsétál az előszobán, leveszi a magas sarkuját, visszasétál, már csak melltartóban van, és bugyiban, és szoknyában. Átjön, leveszi a szoknyáját, már csak melltartóban van. Megjelenik, be van csavarva a haja törölköze. Ez nekem nem volt meg soha, pedig nagyon sok helyen laktam, és nagyon sok helyen kukoltam. És nagyon vártad. Nagyon vártam, hogy végre egyszer szemben legyen egy olyan csaj, aki eljátsz ezt a nagy filmes jelenetet, öreg néni totyogott, visszatotyogott, idős bácsi vakargatta a tökeit, sose felejtem el, ilyen brutál feszülős fehér, nem boxer alsógatjában. Neki több esélyt? Tessék? Neki álltál hát több... Jó, néztem, hát nem volt ezzel baj, de hogy ez a klasszik jó csaj veled szemben, ez nekem kimaradt. Amikor tényleg imádkozol, hogy még ne hozd a lámpát. Hangos párgát is! Vagy tényleg két egyetemista csaj spinninggel veled szemben, és csak kiállsz, elszívsz egy cím. Na, ez már tényleg a filmforgatókönyv kategória. Nem a 4 spinninggel, 3 gában, háttal neked. A kis szobában, 3 pedig asztalba jogázik. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, amikor kiáltatok az erkére, és úgymond beleért a retinátokba, kinek milyen kaland zajlik az ablakában, illetve pontosabban a vele lévő háztömbben, szomszéd udvarban, házban, erkélyen, vagy éppen a nagyszobában. Mit láttok, ha kinéztek? Jó? Ez a kérdés. Ki lát szappanoperát, ki látott már egy nagyon durva dolgot, ki az, aki minden este kukkol, meddig nézitek, mit néztek, ezt írjátok meg nekünk. Jó, SMS számunk 0670-645-0000, jövünk Ákos híre után. 3:48 lesz pontosan, 4 perc múlva hello mindenkinek, jó reggelt. Arról beszélgettünk, hogy ha az embernek van szomszédja, panelházban lakik, társasházban lakik, vagy akár kertesházban is, kiállva az erkélyre, hát ha valaki nem elég óvatos és nem húzza el a függönyt, akkor ugye érdekes dolgokat láthat, érdekes dolgokat láthatunk, mert hogy egy londoni ház lakóit is érdekes látvány fogadta, egy középkorú nő órákon keresztül üldögélt fönt, anyaszült, mesztelenül széttárt lábakkal a háztetőn, majd kiderült, hogy hát ő, neki ez egy önkifejezési módszer, és így szeretné megmutatni, hogy mennyire exhibicionista. Így szerettette meg magát. Igen. És ugye kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy ki mit látott már, ki mit lát esetleg a mai napig, milyen folytatásos szappanoperának voltatok szemtanúi, amikor is kiálltatok az erkére, mert hát tényleg sok ilyen van. Rengeteg SMS. Nem látom, csak hallom, ahogy egy anya a kamasz lányával üvölt, magát felhergelve, mindig hangosabban. A lánya pedig üvölt vissza, milyen anyám van nekem, milyen anyám van, aki Tunéziában ellopta a poharakat. Tolvaj az anyám. Ah, Istenem, nálunk nem látni, hanem hallani lehet a szomszédokat. Volt ilyen eset, amikor ölték egymást, mert az ember előbb jött haza, és az asszonynál ott volt a szerető. Hallottam már repülő poharakat is a csukott ablakon keresztül.
Mit látok, ha kinézek? A szomszédnéni rója a köröket a körfolyosón, elől félre gombolt otthonka, alatta mesztelenül, hátul öt kockányi WC-papír lobog utána, jaj, és nem tudom eldönteni, hogy szóljak neki, vagy inkább nevessek. Félre tetszett gombolni a pongyolát, mégis mit mondasz neki? Igen, nehéz mit mondani. Mindenki odatódult az ablakhoz egy baráti társaságban, mondtam, hogy mindjárt kezdődik. A szemközti lakásban kigyúltak a fények, és egy pár minden pózt kipróbálva szexelt. Közben a barátaim elmondták, hogy minden péntek este 9-kor kezdődik a műsor. 9-kor kezdődik a... Náluk azért, azért mint a londoni hölgynél, szerintem bejátszik egy kis exhibicionizmus, és nem hiszem el, hogy nem pörgeti őket, hogy valószínűleg hogy nézik őket? Lehet. Simán benne van. Halló, jó reggel. Halló. Te vagy az a Halló. Te vagy a kém. Halló, Péter, jó reggel. Ciao. Hello. Na, te láttál, vagy téged néztek? Hát engem néztek, én áldozat voltam. Úgyhogy igen, kicsit furcsa volt, amikor a leányzó bejelölt Facebookon, és fogalmam nem volt, hogy ki ő. Ezért rákérdeztem, hogy onnan ismerjük egymást, azt mondta, hogy hát gyakorlatilag én őt se onnan, de hogy ő mindent tud rólam. Egészen konkrétan azt is, hogy tegnap vacsorára mit ettem. Úgyhogy így elég érdekes volt a szituáció, hát akkor már egy kicsit poltaloztam, és addig fajult az egész, hogy mint kiderült neki, a párkányon van egy távcső, úgyhogy azzal minden este kukolt. Az azért nem gyenge. És szerelmes lett így beléd, vagy csak a kíváncsiság? Hát ezt így nem tudtam meg, nyilván a szimpátia így megvolt. Aztán én próbáltam így finoman csitítani a dolgot, mivel nem volt éppen álmaim nője. De csináltál valami olyat, amiért belé szerethetett? Tehát járkáltál, mesztelenül jogáztál, főztél esetleg, egyszer tangában, a konyhában volt ilyen? Hát tanga nélkül, de főztem, igen. Tényleg? Mondjuk azt, hogy egy boxer alsóban főztem, az szerintem már egy nőnek éppen elég. Ja, és ő ezt végignézte a másik oldalról. Így van. Manapság az is, hogy egy pasi tud főzni, már azért is lehet, hogy felkapják a figyelmet. Hát igen, csak kukkolva ez még érdekesebb a másik oldalon. Persze, a másik nem tud róla, így van, tehát ez a lényeg. Nem voltam inkább ijesztő, mint izgalmas. Onnantól kezdve mondjuk húztam a sötétet, amennyire lehetett. Na pont ezt akarom kérdezni, nem volt függönyöd, vagy direkt hagytad elhúzva? Nem, hát a konyhámban nem nagyon szoktam elhúzni. De hát onnantól ezzel elhúztam. De azért egyik barátommal megbeszéltük, hogy lehet, hogy csinálunk valami extrém meglepetést este, mondjuk egy 8 óra időpontban. Hirtelen elhúzzuk a sötétet és nyomunk egy táncot neki egyszer alsó nadrágba, de aztán elmaradt ez a produkció. Hulák vagytok, hát mesztelenül kell lenni a alsógatyába. Az a kemény, igen. Köszönöm, hogy elmondtad. Hát, vagy jó, ha más figyel. Igen, az igen. Ciao, Péter, hello. Sziasztok, hello. A szemközti házban lakott Csip-Csip néni. Heti 7 nap, napi 7-8 órát takarított, majd néha rájött az 5 perc, és telitorokból üvöltve anyázott, szidott mindenkit és mindent. Legtöbbször az ablakból kihajóba üvöltött. Egyszer azt mondta barátainkra a téren, tudom, hogy elloptátok a Csip-Csipeimet. Majd én adok nektek bűvész urat. Ezt Muka küldte nekünk. Adok nektek bűvész urat? Adok nektek bűvész urat, igen. Nálunk nagyon furák a szomszédok, kijönnek cigizni az erkére, és végignézik, ahogy aerobikozom kisgatyában, tobban, nagyon perverzek. Egy kétszintes ház tetőtéri lakásában lakom, 3-10 emeletessel szemben, ezt Anita írta nekünk. Hát azért aerobikozni kisgatyában, tobban, annyira nem perverzek. Nem. Ami nem húzza el. Anita hát inkább a magamutogató, tehát nem a pasi a pervers, hanem te vagy az exhibicionista, hogy te tudod, hogy jönnek, és mégis tornázol. Nekem ez jaj, csak egy kis tobban, meg egy kis vagyával, ó, hát én csak tornázom. Nyilván tudod. Nekem ez bejön Anita, de azért. Igen, nem. És minden este jönnek, és én minden este kell, hogy tornázzak. Néznek, és néz. Igen, a nyaralásnál... A nyaraláson a szomszéd erkélyen 60 éves néni turista nő mesztelenül járkált, az érzés megfizethetetlen volt. Sergio Leone küldte nekünk. Felcseperedő gyermek voltam, aki élvezte, hogy végre feléri az ablakot, és kilát a nagyvilágra. Vigyázz, mit kívánsz! Egy emelettel alattunk szemben, ezen kora tavaszi, de napsütéses napon idős néni mesztelen kebleit sütette egyik oldalt, majd hegykén megfordította azokat. Azóta nem néztem ki az ablakon. Ah, nagyon jó. Azt mondja, egyszer kukkoltam egy ipari távcsővel, szemközti csaj széthúzta a függönyt, annak tükrében néztem magát súlyzózás közben, előtte az anyja teljesen mesztelenül port törölt. Hát ez aznap ilyen... csúnyán megfáztam annyit a tablók, ez egy exhibicionista csaj. Ez ilyen felszabadult. Azért a mama, aki mesztelenül port töröl, az jó. Azt hiszem kifejezetten jó. Van még egy hallgatónk, hello Imre, jó reggel. Sziasztok. Na, te mit láttál? Hát én régen alpinista voltam, és igazából az ott kötelező volt kukkolni mindenkinek.
és így nyáron az egyik ilyen Ecseri úti négyemeletes háznak az ablakában voltunk, és hát félig el volt húzva így a függöny, és hát láttuk, hogy így mozog így a takaró, hát és ugye mindenki szólt a másik, hogy azon a gyertek, itt loptunk mind a cselek. Milyen tapintatosak voltak, egy irodaház volt, vagy emeletes ház, vagy irodaház? Emeletes ház. És akkor így beláttunk, és akkor ott lógtunk mind a szőlőfürt, az ablak környéken, ott az idióta alpinisták, és közben csak így megállt a takaró, szépen izé, ellebent és két patákottan el volt a hely. Ez milyen? Bekopogtatok? Dehogy is, hát szaladtunk le a kötéről, mindenki jobbra-balra különböző ingerekkel küzdködött. De a srácoknak milyen durva lehetett, hogy egyszer kinéznek és azt látják, hogy hat ember ott lóg az ablakon. És csak jönnek, mint egy tech kommandótól az ipari alpinisták. Mindenki megérkezik kötélre. Igen, ez szép. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Tévesen, sziasztok. Hello. Faluni legcipőszekrényre szoktam felállni, hogy átkukkoljak a szomszédba, ha veszekedést hallok, tehát azért na, azért tesz érte, hogy lásson. A legjobb az volt, amikor két 50-es éveivel járó házaspár egymásnak ugrott, és összeverekedtek. Nem tudtam hirtelen, kinek drukkoljak. Ezt Kata küldte nekünk. Azt mondja, hogy egyszer láttam a szemben lévő házban egy lány törölközőben, bement a szobába, majd kis idő múlva ledobta magáról, és mesztelenül járkált a lakásban. Jó, hát ez nagyon klasszik, szinte már-már közhelyszerű, igen. Tehát ilyet mindenki látott nyilván. Hát nem, te se láttál, meg én se láttam pont. Ugye, de te láttál részeget elaludni a konyakulton. Hát a jó nő... És egy picit irigyeltünk. az is jó látvány, minden nap 8-kor megjött, ez az elaludt a konyakulton, igen. A szomszéd azt mondja, ordibál a férjével, veri 3-4 naponta. Anyázik, szígya szinte minden este, ahhoz képest, hogy tanár és vasárnap misére jár, elég keményen tolja. Hát ezt jó. Medve küldte nekünk. Jóni is kell valamikor. Igen. Azt mondja, párom egy Friderikusz műsor ihletésére, és ha ne próbálják ki otthon feliratra, megpróbált herével elhúzni egy asztali lámpát a köpenyővével. A tévében egy kamiont húzott az erőművész. Ekkor látok, hogy nincs behúzva a függöny, és a szembe szomszéd bámul az ablakon. Mert ez hogy van? Tehát fogod a kötelet, rákötöd a herédre. Igen, meg az asztali lámpára. És megpróbálod elhúzni. Hiszen a Friderikusz úrnál épp az erőművész a kamiont elhúzza, tehát te is meg tudod csinálni. Hát csak te nem kamionnal asztali lámpával. Volt ilyen egyébként, volt ilyen szifú Robert Lyons, Shaolin pap, egyszer azt hiszem pont a Friderikusznál akasztott föl a nemesebbik szervére egy súlyt, és ezt úgy csekkoltak, nyilván nem mutatták a tévébe, hanem alánézett a műsorvezető. Oh. Ott van, megvan. Oh. Jó, csak amikor ezt a szomszéd végignézi, az kemény. Igen. Azt mondja, hogy nekünk a szomszédban lakott egy idős néni, aki kiabált esténként apunak, hogy posta ne lopd az áramot. Közben verte az ablakát. Másnap meg azt mondta, hogy látta éjszaka, amikor a kosárban adta el az áramot kilóra. No, ott is van baj, igen. Na jól van, köszönjük az SMS-eket, játszunk, itt van már is a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Szia, jó reggelt! Hello! Szandra, jó helyen vagyok? Igen. Halló, Szandra, honnan hívtál minket? Győrből, te is kukkolsz? Hát most már nem, mert elköltöztem, de előtte kukkoltam. Mi volt a legdurvább, amit láttál? Hát kettő is volt, mert igazából úgy volt a lépcsőházunk, hogy ilyen L alakba, és mi az egyikben laktunk, a harmadikon, és a mellettünk lévőben meg a földszinten volt egy idős házas pár, körülbelül 70 évesek, és állandóan kitárták az ablakot, elhúzták a függönyt, és ott szexeltek itt mindenki előtt. Istenem, hát a fiatalság záloga, igen? Egymásra? Igen, fölöttük lévő néni meg állandóan mulató zenét hallgatott, bömböltette, az egész lakótelep tőle visszhangzott, és még énekelte is. Egy picit értem, hogy miért költöztél el, vagy gondolom, hogy ez egy elég nyomott lakópark lehetett. Hát eléggé, igen. Igen, és az idős házas pár napközben, amikor éppen nem ezt csinálták, akkor még erre remegő kezekkel, meg így totyogtak a utcán, meg a lépcsőn, amíg bírtak felmenni. Az csak a megtévesztés volt. A valódi énüket akkor mutatták meg, amikor igen. Egymásnak kerestek. Milyen szép, hogy 70 évesen még ilyen aktívak. Hát az hát tudják, igen, de hogy... csak otthon. Igen. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, jó? Hallgass jó. Meg. Zsűr! Zsűr! Igen, na figyelj! Meg is lett a téma. Igen. Ez egy amerikai sorozat lesz, jó? Figyelj! Uha, jó. Air and Naval Forces of the United States. Hát én nagyon szeretem, csak nehéz ezt megmondani, ez a főcím.
fő címe tulajdonképpen? Nézel sorozatokat? Hát nézek, de csak ilyen lányos. Mi a lányos sorozat? Hát, amit így délután mennek. Atyisten. Szulajmán, meg ilyenek? Nem. Egy. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Jó. Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities. Run-Am Flight 103 crashed. Jó, hát nem utassunk többet, mert ha nincs meg, ebből nem lesz meg. Jó, ezt nem fogom tudni szerintem. Az utóbbi évek legjobb sorozata, most már a negyedik vagy ötödik évai megy belőle, nem is tudom pontosan. Nem nézem most még az újat. Nem. A Marslakó. Nem vagy egyedül, aki nem tudja. Ez a Homeland című sorozatnak a zenéje, hát ez elképesztően jó. Már az ötödik szériánál tartanak. Homeland, nincs meg? Nincs, sajnos nincs. Tényleg. És még vagyunk egy 9,5 millióan ebben az országban, akiknek ez nincs meg, semmi baj. Én is veled vagyok, életem. Gyerekek, nézzétek meg, ritkán ajánlok rosszat. Az egyik legjobb az utóbbiekből, tényleg. Na jó van, köszi. Én is köszönöm. Ez nehéz volt egy picit, Szandra, ne haragudj. Jó? Jó. Puszi, köszi. Sziasztok. Szia. Ciao, hello. A másik most, ami nagyon jó, ez a Narcos. Hát ez ami elképesztő. Az Escobar, a Pablo Escobarnak az életéről. Fú, most megy börtönbe. Ott tartok éppen. A sajátjával. A saját maga által épített börtönbe. Megállapodott a kolumbiai kormány, hogy oké, bevonulok börtönbe, ha építetek magamnak egy börtönt. Addig, amíg ő akarja. Addig, amíg ő akarja, bevonult a saját maga által épített börtönbe. Elképesztő volt a pacák, tényleg. Nagyon komoly sorozat. 6 perc, pontosan 8 óra. Vali itt van? Itt van. Hát nincs már. De ő jön. Ha minden igaz, ha nem ő a kém, ugye? Valiba folytatjuk, Ákos híre után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk pontosan. 8 perccel jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és mondjuk, hogy jövő héten már nem leszünk, mármint abból a szempontból nem leszünk, hogy itt nem leszünk a stúdióban, mert turnéra indulunk, és egy hetes őszi roadshowra megyünk, kérem szépen. Mi már vasárnap elindulunk, hogy hétfőn már ott legyünk Debrecenben. De még nem hozzá. Úgy csak céltalanul. Persze, nem céltalanul, abszolút nem céltalanul, hanem Debrecenben ugye a Csapóci és a Rákóczi utca sarkán, a Fórum bevásárlóközpont mellett, és egy vadonatúj Suzuki Vitarát viszünk magunkkal. Hétfőn még csak megtekintésre, tehát nem adjuk oda azonnal, hanem a jövő héten pénteken lehet majd ezt megnyerni. Ugye a budapesti helyszínünkön az őszi turnénk, vagy az őszi roadshow végén, november 13-án, tehát valószínűleg sokaknak lehet, hogy szerencsétlenebb nap lesz, ha esetleg nem nyernek, de egy valakinek viszont rácáfolunk a péntek 13-án. Megfogadtuk, hogy nem így nézzük az életet ezen túl, jó? Így van. Hogy kinek azt nézzük, hogy kinek szerencsés. Hogy kinek szerencsés. Kinek szerencsés, úgyhogy november 13 péntek, Nyugati tér, West End, ott zárul majd a turné, ott nyerheti meg valaki ezt az autót. De addig is találkozhatnak velünk majd a debreceniek, a pécsiek, az esztergomiak, a győriek, és aztán, ahogy Balázs is mondta, a fővárosban fejezzük be a turnét, beelőzzük a Jézusket, meg a télapot is. Bizonyán mindenkit, úgyhogy hát gyertek, mert hogy nem csak az autót lehet megnyerni, tele leszünk majd játékokkal, apróbb nyereményekkel, hétvégi vezetési, tesztvezetési lehetőséggel. Szóval sok minden, sok mindent viszünk magunkkal, Debrecenben kezdünk jövő héten. És jó lesz az idő, azt jó, néztük, bizony. Hogy egészen fura, de hogy novemberben nem szokott már ennyire jó idő lenni, nincs eső, sőt, mi több melegszik a hőmérséklet, bármilyen fura. Ugye, ma délután ígértünk 17-et, vagy ígértek a meteorológusok, az hova melegszik? Az oda melegszik, hogy jövő héten szerdára ilyen 16-18 fokot mondanak, tehát hogy ilyen kora tavaszi időjárás lesz, hogy késő tavaszi, és éjjel is eltűnnek a fagyok, hajnalban 4-8-9 fok tökéletes. Lesz. Na, az kibírható. Az kibírható, abszolút kibírható, így van. Jók az összekötetéseinkkel intéztük. Oda fönt. Így van. Na, azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket. Mi a helyzet az utakon? A beépítettemben nem lett kém, én seprő. Ő ritkán jár, hétköznap alig buka fel. Gyuri, hát hallgatunk is, ráfűztek erre a történetre, igen, és azóta folyamatosan jönnek az SMS-ek.
hogy ki a kém közülünk, kinek kell majd jelenteni, és ki a titkosszolgálati ember. Gyerekek, mi ma úgy jöttünk be, hogy mindenki figyel mindenkit, mindenki gyanús, és mindenki jegyzetel a másikról. Aztán meglátjuk. Egyelőre keveset beszélgetünk, nem nagyon osztunk meg bizalmas információkat, csak ülünk csendben, és méregetjük a másikat. Ma kicsit más a hangulat, mint eddig. De hát nem lehet, hát, lehet, hogy már itt van. Így van, vagy már mindenkit beszerveztek. Már mindenkiként, és azért figyeljük a másikat. Vagy azért nem gyanús már senki, mert mindhárman nagyon gyanúsan viselkedünk, de nem veszük észre, hiszen annyira gyanús már a másik és mi is, hogy majd már nincs kit észrevenni. És közben nem mi vagyunk azok, hanem a negyedik? Hát az is lehet. Hát vagy az. Az is lehet. Az van, hogy az a kém, aki a legértetlenebb arcot vágja. Zsűr. Így van. Hát két ember ugye esélyes, ezt elmondtuk, ugye, hogy Janikám, Balikám, de hát Ferikém és Vikikém, hogy hát ti már eleve ott vagytok a listán, úgyhogy benneteket hát még inkább figyelünk. Én előttetek nem mondok semmit, abból nem lesz az baj. Az a biztos, mert neked nehéz számot lesz azért ott, nem, lesz, nem. Neked a legnehezebb a helyzeted, mert hogy nálatok ott van a belső ellenség. De ez a baj, úgyhogy vigyázzunk inkább, jó? M3-as Budapest felé 104-es kilométernél most rakják össze a trafit. Hát a rendőrségre aki össze, köszönjük, Tamás küldte nekünk. Aztán azt nézem már, hogy M5 Szeged felé a Dabasi kijárónál trafi, szintén Zoli írja nekünk, M2-es Gödnél Budapest felé baleset van az óriási köd miatt, ezt Reni küldte el nekünk. Továbbra se küldjetek csak szimplán ködös SMS-eket, mert nem fogom beolvasni. Azt mondja, hogy a Google térkép szerint az M5-ös kivezetőn baleset van, igen, ezt mondtam. Már a Dabasi kijárónál is van egy, úgyhogy ott is vigyázzatok. Trafiznak még az M6-oson, a 41-es kilométernél Pécs felé, az is érzékenyen érinthet mindenkit, aki beleszalad. Valamint nem jár a 4-es, 6-os a Blaha és Újbuda között, ha emiatt késem le az éjámat, akkor agyvérzést kapok, Csongi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Csepelen a Táncsics Mihály utcában 4-es karambola lámpánál, a Lidl és a Csepeli piac között, ezt Ádám küldte nekünk, 62-es úton a Perkátai lehajtónál baleset a ködben. Valamint Kalocsa és Kiskörös között öreg csertőnél lerobbant autó foglalja az egyik sávot, nincs kivilágítva, és a köd miatt nehéz észrevenni. Vajon a MÁV-hoz eljutott, amit akartunk? Hát, reméljük, hogy visszaakasszák az ötödik kocsit. Igen. Kérjük a MÁV-ot, hogy a reggel 4:30-kor Egerből induló keleti betartó személyvonat ötödik kocsiját legyenek szívesek visszaakasztani, amit az őszi szünet óta elfelejtettek megtenni. Reggelente herinként szorongó utasok írják ezt nekünk. Drága MÁV. Tényleg? Tegyetek már vissza. Na, mi azt gondolták, hogy ott a téli szünet alatt ugye nem jött reklamáció, hát akkor elbírja ez a vonal a négy kocsit is. De nekünk az is, hogyha van egy morning show fan bakter, aki reggel csak úgy... Aki reggel csak úgy visszarakja. Csak úgy visszakar. Igen. Na, mi pedig folytatjuk, csütörtök van, és csak óvatosan, mert lehet, hogy ő a kém. Két hetente jön, nem lehet tudni. Óvatosan. Hello, Vali, jó reggel, ciao. Jó reggel. Lebuktam. Ciao, Vali. Rád is gyanakodtunk, megmondom őszintén. Te is gyanús lehetsz. Nekem meg te vagy gyanús. Igen? Máshogy viselkedem? Igen, hogy a téged akarnak beépíteni az én oldalamra, a weboldalamra, mint kém. Azért hívtál meg ide, hogy aztán nézegest, hogy ott miről irok. Figyelj, itt már mindenki mindenkire gyanakszik. Azonnal visszadobja, vigyázz bele. Egy paranoid világ lesz ez. Mindenki mindenkire gyanakszik. Mi újság van? Nagy dugó van? Nagy dugó van, nagy köd van, és azt nem értem, hogy hallgattalak benneteket idefele, hogy ugye mondtad, hogy millióan megírják, hogy köd van, hogy teljesen fölösleges, csak azt nem értem, hogyha ennyien észreveszik, miért nem kapcsolják be a ködlámpát. Miért nem kapcsolják le a ködlámpát? Ez még jobb kérdés. Le, meg be. Be se kapcsolják, de azt mondja, van, aki bekapcsolja, elfejti lekapcsolni. Igen. És délelőtt 10-kor szikrázó napsütésben megy a hülye át a hídon, érted? Minden gomb benyomva az autóján, és látod, hogy ég a ködlámpa. Valamikor 6-kor bekapcsolta, csak elfelejti lekapcsolni. Nem is értem egyébként. Na, egy érdekes témával készültünk ugye mára is. Fokrémek. Fokrémek, hát már előre mondjuk nem akarunk senkit megijeszteni, senkire a frászt hozni, de tessék végighallgatni, hogy mi van egy általános, átlagos fokrémben, aztán eldönteni, hogy ki mit ad a gyermeknek. Hát sokan nem fognak megijedni, mert a tegnapi témánk is ugye az volt a fogápolásnak, az elhanyagolás az országban. De aki most kezd el a fogmosással barátkozni, érted, aki eddig csinált, és van fogkrém, az most megnéz, és megint azt kapjuk tízig, hogy kidobtam gyereket, kidobtam. Múltkor, hogy itt voltak, a pont ez jött a stiftekről, ugye? Megnéztem, ez van benne, kidobtam. Igen, de hát a fogkrémekről is kell, mert tételezzük fel, hogy mindenki használja. Tehát legyünk ennyire jó indulatúak, hogy mindenki használja, kened a gyerekre, a fogkeféjére, és te is használod. Tehát tételezzük ezt fel,
talán nem árt róla beszélni. Ha csak úgy válik be, egyébként most az a pár jó tanács, amit el fog mondani a Vali a fogkrémekkel kapcsolatban, mint múltkor a dezodorokkal kapcsolatban, mert nekem mondott egy nagyon jó tippet, és tökéletesen bevált. Kaptam tőle egy olyan terméket, amit azóta is használok. Csak olyan büdös ügyek át, hogy minden érezzük. Nagyon bevált emberi, nekem megmondta, olyan büdös vagy, hogy inkább nem tudom, mit csináljál. Én nem érzem, pedig itt ülök mellette. Nem, és érezheted azóta. Na, mi a baj a fogkrémekkel? Nézzük tételesen, jó? Jó, először is olyan szempontból sok baj van velük, hogy nekem az az elvem, hogy a fogakat nem a fogkrém fogja tisztítani, hanem a fogmosás. Uh-huh. Tehát itt van már eleve egy óriási különbség, vagy óriási nagy tétel, hogy az emberek azt hiszik, hogy majd a fogkrém fogja megoldani azt, hogy nekik megfelelő szájhigiéniájuk legyen. Ami azért is baj, mert a fogkrémeket túlízesítik mindenféle mesterséges ízanyaggal. Tehát nekünk az ízanyag fog egy olyan hamis érzést adni, hogy nekünk friss a szánk, miközben ugyanúgy ott figyel az ételmaradék a fogaink között, és ugyanúgy lepedékes a nyelv, és nem akarom sorolni, tehát tulajdonképpen inkább az alapos kefélésre kéne odafigyelni. Témánál vagyunk. Vagy, hát azért arra azért próbálunk, odafigyelni. Ha valaki egyáltalán nem használ fogkrémet, viszont van egy jó fogkefélye és egy jó fogmosási technikája, akkor ugyanolyan jó hatást ér el, mint bármilyen fogkrémmel. De a fogkrémet leginkább a mentol miatt használom, tehát ez egy jó dolog, nem? Pontosan. Hogy... De mire, ízre, szagra? Nem, hát illatva, friss lesz a leheletek. Hát gyakorlatilag azt mondod, hogy tök fölösleges fogkrémet venni? Nem mondom azt, hogy tök fölösleges fogkrémet venni, mert ugye rá lehet segíteni a fogkefe munkájára megfelelő fogkrémekkel. Viszont házilag is kiváló fogporokat ki lehet otthon keverni, amiben ugyanúgy benne van a hatóanyag, ugyanúgy ízesíthetjük természetes mentakivonattal, és ugyanolyan friss hatást el lehet vele érni. De tudom, ez sokaknak kényelmetlen. Meg sajnos a kozmetikai ipar itt is egy olyan tévhitbe rakott minket, mint a samponokkal kapcsolatban, hogy csak akkor hat, ha habzik. Pedig ez nem igaz, és ugye két héttel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy a káros habképző anyagok, nem elég, hogy ez a szódiumlaurin szulfát, szódiumlaurát szulfát és társai, nem elég, hogy a samponokban és a tuxfürdőkben vannak benne, hanem még a fogkrémben is, amit a szánkba veszünk. És ugye azt tudjuk, hogy a szányák a hártyán keresztül sokkal intenzívebb a mindenféle anyagnak a felszívódása, kvázi a káros anyagok felszívódása is. És az a szódiumlaurin szulfát, aminek ugye a biztonsági adatlapját a múltkor felolvastuk, és kiderült, hogy csak védőruházatba szabad még csak megközelíteni is, annyira veszélyes, főleg a nyálkahártyára, az gyakorlatilag simán benn van a szánkba a fogkrém habzóanyagán keresztül. Tehát nagyon oda kéne rá figyelni, hogy aki már kész terméket vesz, és vásárol, hogy mi a fogkrémben a habzóanyag. Ha ragaszkodik ahhoz, hogy habozzon a fogkrém, akkor mindenképpen olyan fogkrémet választan, amiben cukortenzid a habzóanyag, de inkább ne legyen benne habzóanyag. Cukor, micsoda? Cukortenzid, cukortenzidek. Ez ugyanaz, mint a cukor? Vagy csak a neve hasonlít? Ezek mert különböző... ugye azt mondtad, hogy cukorral a gyerekeket oda lehet édesgetni a fogkrém, ez szó szerint is, mert a, jó igen, íze. Ez a... ugyanaz, tudja? Nem. Az, amiről te beszélsz, az a élelmiszeripari cukor. Aha, ez nem ugyanaz. Csak ez a laikus kedvéért. Ez viszont egy vegyület, most mondok neked egy példát, a kókuszban is van olyan cukorvegyület, ami tenzidet képez, tehát képez habzani, vagy akár a mosódióba, mert ugye az is habzik, vagy akár a gesztenyébe. Ezekben általában szaponinok, vagy cukortenzidek vannak. Na most a cukortenzidek általában természetes anyagból vonják ki őket. Nem kell félni. Jó, persze, nagyon magas koncentrációban ezek is tudnak károsodást okozni, de ebbe a kis koncentrációban egyáltalán nem. Tehát 4 mosódió a szájban, az veszélyes. Igen. Ja, akkor így fordítom rá. Mire jó a flór? Miért van benne? Nagyon sok fogorvos azt mondja, hogy egyébként tök fölösleges, nem épül be. Ezt valaki valamikor 40 évvel ezelőtt elhitette velünk, hogy ez kell a fogkrémbe, belenyomták ipari jellege, azóta ez valahogy úgy maradt. Erről szól a reklám, hogy flór, de hogy amire nincs szüksége a fognak, az egyébként ez. Ez igaz? Ez abszolút igaz, sőt, hoztam is nektek egy történetet, hogy igazából volt egy olyan orvos, most itt keresem hirtelen a nevét, ez a H.T. Dean-nek hívják, az ivóvíz fluorozás atyának hívják, hogy gyakorlatilag ő kutatta a fluort, és abban az időben, amikor munkálkodott ezen, tehát ez a 1900-as éveknek az eleje, akkor nagy divat volt a homeopátia, akkor kezdett el terjedni, és úgy gondolták, hogy minden, ami
nagy mennyiségben káros, az kis mennyiségben hasznos. És az ő őrülete volt az, hogy a fluor akkor kis mennyiségben, ha nagy mennyiségben károsítja a fogakat, tehát például a fogaknak a feketedése gyerekeknél sokszor a fluor mérgezésnek a jele, például akkor kis mennyiségben biztos, hogy jó lesz. És ez gyakorlatilag annyira berögzült a köztudatba, hogy azóta már hiába vizsgálták többen ezt, és itt olvasok föl például egy vizsgálati jelentést előre, azt mondja, hogy azt tudjuk, hogy olyan ivóvíz fogyasztása, amely kis mennyiségű, tehát körülbelül 1 ppm fluor tartalmaz, a ppm az egy higítási mértékegység, az a 10 a mínusz hatodikonod része valaminek, tehát az nagyon kicsi mennyiség. Tehát ilyen mennyiségben is, hogyha mondjuk egy ivóvíz már 1 ppm mennyiségű fluor tartalmaz, olyan fejlődési rendellenességeket okoz a csontokban, mint csontkeményedés, csigolya bántalom, csontritkulás, golyva, és gyakorlatilag... De miért van benne? Én értem, hogy elmondjuk, hogy mi van. Te kirakta bele, vagy miért van? Ez azért 30 van éve, benne, mert egy téves információ szerint, hogy úgy gondolják, hogy mivel a fognak a belsejébe, a fogzománc anyagát elég tetemes mennyiségű fluor képezi az emberi szervezetbe, úgy gondolták, hogyha belerakják a fogkrémbe, az majd oda beépül. De hát a fogzománcba, hát ezt elhiszi valaki, hogy majd mosok 3 percig fogat, vagy még sokan annyit se, 30 másodpercig, és majd nekem a fogkrémből egy fluorvegyület, ami egy szódium fluorid, tehát egy fluorsó, az majd nekem a fogzománcba beépül. Tény és való, hogy a szervezetünkben szinte az egész Mendelejev táblázat benne van valamekkora mennyiségben. Tény és való, hogy a fognak a fogzománcába található fluor. De azt nem azt jelenti, hogyha én azt lenyelem a mérgező fluort, akkor majd az oda beépül, vagy fogat mosok vele. Ez egyáltalán nem így működik. Tehát szerves formába kéne a táplálékoknak a minimális fluortartalmát beépíteni a szervezetbe. Senki nem mondta el az elmúlt 20-30, hogy gyerekek, állj, ne használjátok semmi. Nagyon sokan minden fogkrém tele van, vagy a legtöbb fogkrém. Nagyon-nagyon sokan elmondták, és nem értem, hogy miért nem változik ez. Tehát még mindig úgymond a vezető fogkrémgyártók tele rakják nátriumfluoriddal a fogkrémet. Igen, de azért lehet kapni. Tehát, hogy most vannak azért alternatívák, lehet vásárolni. Persze, kifejezetten olyan fogkrémeket, amikre rá van írva a dobozra, hogy fluoridmentes. Igen. Tehát, hogyha valaki mondjuk erre nyitott, vagy igényes, vagy azt mondja, hogy szerinte is ez felesleges, akkor vásárolhat olyan fogkrémet. Na jó, csak persze, én tudom, hogy van olyan, amiben nincs, csak nagyon sokan nem tudják. Tehát én az okát nem értem, hogy miért teszik bele. Svédországban egy kísérletet, és megnézték például azt, hogy a fluoridos fogkrémmel, ha a gyerekek fluoridos fogkrémmel mosnak fogat, semmivel nem jobb a foguk, mint azoknak, akik nem mosnak fluoridos fogkrémmel fogat, sőt, az esetek nagy százalékában rosszabb volt a foguk, el volt színeződve, ugyanis a fluor elszínezi a fogakat. Uh-huh. És ezt tudja a fogkrémgyártó is, mert azért kezdi el belerakni a különböző ilyen fogfehérítő anyagokat. De miért teszi be a fluoridot? Talán de valakinek van sok olcsó fluori, érted? Tehát azt nem értem, drága, mindenki nem azt mondja, mindenki azt mondja, hogy a fluorid nem segít rossz. Akkor... Meg gondolom, hogy régen voltak olyan kutatások, amik azt mondták, hogy erősítik de a fogat, vagy a fogzománcot erősítik, vagy beépülnek a csontokba, tehát hogy nyilván sokáig hihették ezt, és ez a status quo, ez nem akar megváltozni, és még mindig automatikusan nyomják vele. Egyébként azok, akik az összeesküvés elméletekbe hisznek, azok azt mondják, az interneten lehet róluk olvasni, hogy mivel a fluornak az egyik mellékhatása az IQ szint erőteljes csökkenése. Jujuj. Tehát tulajdonképpen, ahol 3 ppm-nél nagyobb mennyiségben található fluor az ivóvízbe vagy a levegőbe, ott általában 90 alá csökken az IQ szint, tehát butító hatású. Jó, hát erre már a németek rájöttek a második világháborúban, hogyha fluoros ivóvizet adnak bizonyos falvaknak, városoknak, akkor a lakosságot lenyugszik, könnyebben befolyásolható lesz. Birkamódon csinálni, mit kell, de azért azt ne feltételezzük, hogy fogkrémgyártók azért nyomnak fluoridot a fogkrémbe, hogy én elhűljek. Biztos, hogy nem. Balikám, egy csak a fogkrém, jó hülye lesz, azt az majd megveszed még a másikat. Tehát azért ez egy messze menő összeesküvés elmélet. Van. Igen, azért mondtam, hogy egyes összeesküvés elméletek. Az a más réteget nem keményítik? Mert azt mondja a fluort belerakó fogkrémgyártó, én olvasok ilyeneket, hogy keményíti a külső zománc réteget, meggátolja a baktérium szaporodását, tehát hogy próbálja elméleti ezt megideologizálni. Bizonyíték van csak rá, de most józan paraszti észre gondoljatok bele, hogyha beledobod a kiesett fogadat sósabba, akkor milyen hosszú idő kell ahhoz, hogy egyáltalán az ománcon átrágja magát a sósabb? Baromi hosszú idő.
Na most szerintetek egy sima fluorid só egy fogmosás alatt oda be tud épülni az ománzba. Tehát ez belsőleg kell a táplálékkal magunkba venni. Ilyen például a zöldtea. Tehát a zöldteának elég magas az organikus fluor tartalma, ami nem káros az a mennyiség az emberre nézve, viszont nagyon szépen be tud épülni. Oké, ha te azt állítod, hogy ugye nem megy be a fogkrém fluor tartalma a fogadba, ugye ezt mondod, akkor hogy színezheti meg? Tehát hogy lehet szürke tőle? Mert a külsejére rakódik. Ja, rárakódik, persze, és kapaszkodnak a kis fluorok. Illetve a másik, akkor, ez egy mérgezési tünet. Tehát a nyálkahártyán viszont felszívódik. Tehát a szányák a hártyán tud a legjobban felszívódik, belekerül a véráramba. De ott elkezd, a fogba. Elkezd, nem egészen így működik, mert ott elkezd felrakódni, és a szervezet a szódiumfluoridot, mint idegen anyagot kezeli, mert hogy a szervezetben szódiumfluorid formában nem található meg a fluor. Egyáltalán nem található meg, és gyakorlatilag a fluor mérgezésnek az első tünete az IQ szint csökkenésen, meg a elbutuláson kívül az, hogy elkezdenek elszíneződni a fogak. De jó, hogy időben amire gyakorlatilag, ugye mit írnak még föl, hogy mi jó, ha van a fogkrémbe? Kálcium. Na most a kálciumot, ha berakják a fogkrémbe, ugyanúgy nem fog a fogba felszívódni. Tény és való, hogy a kálciumpor, tehát a mészkőpor gyakorlatilag, annak van egy csiszoló hatása, amivel valóban nagyon szépen a lepedéket le lehet csiszolni, de az téves információ, ami ugye a reklámokból hangzik, hogy a kálcium tartalom majd erősíti a fogakat. Hát az a mészkőpor a soha büdös életben még a nyálkahártyán se fog felszívódni, nemhogy a fogba. Tehát akkor azt mondod, hogy fluormentes fogkrém. Gyerekeknek leginkább egyébként. Igen. Tehát egy csomó fogkrém van egyébként durva, mert a gyereknek megveszel egy fogkrémet, annak ezen van egy sima fogkrém, és rajta van egyébként, nem biztos, hogy mindenki elolvassa, hogy például 6 éves kor alatt egyáltalán nem adható. Egy sima hétköznap mezei fogkrém. Én itt van a kezem, 6 év kor alatt nem adható. Nem olvassa el a szülő, nem nézi meg, fogkrém leveszi a polcról, nagy betűkkel, hát hátul apró betűkkel, de rajta, hogy 6 éven aluli gyermeknek nem adható. Fülyen, tehát akkor azért kell, hogy legyen benne valami valójában, hogy miért nem adhatod. Nyilván egy csomó olyan adalék. De egyébként még egészséges fogkrémet sem javasolnék nagyon pici gyerekeknek. Tehát most már van olyan tendencia, hogy a gyereknek még kijön a két első foga, már szoktassuk rá a fogmosásra, és már akkor habozzon a szája, meg tanítsuk meg fogat mosni. Tény és való, hogy a fogápolást meg kell neki tanítani, de nem lehetne fogkrém nélkül, tehát sima, egyszerű vizes fogkefével. Úgyis meg fogja tanulni a gyerek. Mondjuk abban, amit Balázs mondott, hogy nem adható a 6 éves korú gyereknek még ez a fajta fogkrém, azért lehetne kereskedelmi szempontok is, mert ugye most már lehet kapni nagyon sok fajta gyerekfogkrémet, és úgymond kifejezetten gyerekeknek meg is határozzák azt, hogy mennyi időskortól, mennyi időskorig, szóval itt azért valószínűleg a profit is közrejátszik benne, mert a mi időnkben, hogyha emlékeztek, nem volt semmilyen. Abszolút, az a most nem volt otthon. Az a kétféle. Igen. De azért az érdekes, hogy Amerikában vannak olyan boltok, ahol csak és kizárólag lehet, csak és kizárólag olyan fogkrémet kapsz, ami egyébként fluoridos. És megállapították egyébként, hogy 160 millió amerikai iszik nap, mint nap fluoridos vizet azért. Ezek az elkeserítő adatok. Tehát az én időmben, amikor gyerek voltam, megtalálta az üdítőitalban, a sörben egyébként, élelmiszerben, tehát hogy valamiért azért ez nyilván benne van, és valamiért belekerül. Úgyhogy ugyanakkor környezetszennyező anyag a vízben, a levegőben, ott mindenhol ott van, nem túl jó. És az a helyzet, hogy abszolút nincsenek alátámasztva a pozitív élettani hatásai. Nincs egy komoly átfogó tanulmány, ami azt mondaná, hogy igenis nagy mennyiségű kísérleti alanyon megnéztük és tudjuk bizonyítani, hogy a fluorid az nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Jó, mondjuk egy szülő úgy gondolkozik, hogy oké, ezentúl nem veszek fluoridos fogkrémát, tényleg ez egy rossz beidegződés, ezt mondják a gyártók, ezt vettem én is, ezt veszi majd a gyerek is, ugye, hát ez generációról generációra száll. Oké, ezt kiszűrtük. Mi van például az ízesítő anyagokkal? Eper. Hát a gyerekek barack, mit, ugye? Hát ezt ráteszik, mert a gyereke szereti, ráadásul megeszi ezeket a fogkrémeket. Lenyeli, hát ember legyen a talpának, aki sokat nyom egyébként a gyereke fogkeféjére, igen. Szerintem Tóth Gábor tudna az elszámokról mesélni, mert ami az élelmiszeriparban elszámban szerepel, ugye az ízesítő anyagok meg a színezékek, az a kozmetikai termékekben is ugyanazok jelennek meg, csak itt nem elszámmal jelölik őket, hanem egy vegyületnévvel. Na most gyakorlatilag én nem gondolom azt, hogy a gyereket azzal kell rászoktatni a fogmosásra, hogy valaminek cukros epres íze van, vagy éppen barackos ananászos íze van, mert azzal csak azt érjük el, hogy ízlik neki, és le fogja nyelni. És sok esetben, hogy
kívánatossá tegyék a gyerek számára a fogkrémet, megcukrozzák. Na most a tanulmány, ami például vizsgálta a szódiumfluorid vagy a nátriumfluoridnek a hatását a fogakra, az azt mondta, hogy azok, akik fogyasztották, és mellette cukrot is ettek, azoknak volt a legborzasztóbb állapotú a foga. Na most azok, akik például elhagyták a fluoridot és cukrot ettek, azoknak is borzasztó volt, és azoknak volt jó a foga, akik nem biztos, hogy fluoridos fogkrémmel most a fogat, sőt nem azzal, viszont nem fogyasztottak ilyen mennyiségű cukrot. Tehát az első pont az, hogy a legnagyobb fogzománc károsító az a cukornak a különböző erjedési anyagai, ami ugye károsítják a fogzománcot. Tehát azt kéne elhagyni. Na most itt meg belerakják a gyereknek a fogkrémébe, és raknak mellé egy kis fluoridot, hogy kompenzálja a kettő egymást, és nem fogja kompenzálni, hanem összeadódik. Hát, nem hangzik túl jó, és akkor mivel mossunk fogat? Tehát mi legyen az ember, mondjuk otthon egy kicsi teafa, én olvastam őt, hogy teafa olajat, például rácsöpögtetsz a fogkefére, mentolos, jó illatú lesz tőle a szád, nincs benne semmilyen plusz, ami kell, nem habzik a szád, én azonnal kiköpöm a fogkrémet is, próbálok ilyen vegyszermentes fogkrémeket venni, nem mindig lehet kapni, amikor elkezd habzani a szám, én nagyon utálom. Tehát berakom a fogkrémet, köpök egyet, kijön a hab, és akkor utána marad a fogkrém. Legalább flormentes, meg parabénmentes, ezt lehet már olvasni ugye különböző fogkrémeken. De egyik, mivel mosson fogat a gyerek, vagy a felnőtt? Hát a felnőtteknek nekem az egyik kedvenc ötletem a faszén. Gyönyörűen lehet vele tisztítani. Ezt halál komolyan mondom, és kérdezzétek el, hogy már lehet kapni a fogkrémet, amit én úgy hívok, hogy fekete fogkrém, most márkanév nélkül. Tehát fekete fogkrém, ami egy antropozófus elven alapuló faszénes agyagos fogkrém. Nagyon jók a különböző agyagok. Ezeket már gyerekeknek is lehet. Ilyen például a szicíliai zöld agyag, vagy a fehér agyag. Azt kell csinálni, hogy egy kis tégelybe bele kell rakni ezt a fehér agyagport, vagy a zöld agyagport. Bele kell csepegtetni vagy teafaolajat, vagy citromolajat, vagy mentapiperitát, kinek mi az ízlése, vagy szegfűszeget, vagy fahéjat, az még nagyon jó, azt ugye az ájurvédikus orvoslás használja a szájápolásra. Átveszi a zöld agyag ezt az ízt, a vizes fogkrémet bele kell mártani, és azzal át kell dörzsölni a fogat, és aki egyszer kipróbálja, és utána a nyelvét végighúzza a fogán, az egy olyan különleges érzést fog tapasztalni, amit egy habzó fogkrém után se, tehát olyan gyönyörű, sejmes, szép lesz a fog, és olyan fehér, hogy fokkal egyszerűbbet akarunk mondani, tehát mondjuk egy két csepp teafa, vagy egy picit szegfűszeg, összetör egy római tálatot, a mozsárba egy picit elvész. Egy lehellettel egyszerűbb, hogy aki mondjuk napi 8 órát dolgozik, bemegy a patikába, és egy hatóanyagot meg tud venni, egy szegfűszeg, olaj, vagy teafa, olaj, pici ráfogkrém, és tök elég. Illóolajon gondolkozok, és ezt azt is meg tudja csinálni, hogy napközben egy kiürült spritznis flakonba tesz vizet, belerak 3-4 cseppet mondjuk egy ilyen 1 decibe, jól fölrázza, és ha azt fújkodja be, jobb, mint bármilyen szájspré, mert ugye lehet tudni azt, hogy a aromaterapeuták tudják is, hogy az illóolajoknak eleve van egy baktérium és gombölő hatása, valamint semlegesítik a különböző szagokat és ízeket az ember szájába. És jó lesz tőle a lehelet. Há, de lehet nyári... szegfűszeget rágicsálni, és az még a fogfájásra is jó. Nyári grillezésből megmaradt faszén darab rád dörzsölött kész. Kicsit mondják, fekete, de jó lesz. És a teafaolaj tényleg jó egyébként? Nagyon jó. Igen? Nagyon jó. Nagyon jó, pláne azért, mert ugye most divat lett homeopátiás szerek használata, és a teafaolaj az kompatibilis a homeopátiás szerekkel, mint ugye tudjuk, a mentol nem. Tehát szokták mondani, hogy nem osson mentolos fogkrémmel fogat az, aki homeopátiás kezelésben részesül. Nagyon sok ilyen illóolaj van, mondom, az ájurvéda még a gyömbérolajat is használja. Közben annak telefonálnak fogorvosok egyébként, és azt mondják, hogy nagyon kevés fogorvos utasítja el magát a flort, mert hogy fölszívódik állítólag, ők azt mondják ugye a fogzománcban, és hogy a sav koncentráció hatására történik ez meg, és hogy nagyon sok pozitív adat támasztja alá, hogy miért kell ezeket beletenni a fogkrémbe. Tehát itt azért két világnézet találkozik, akik ugye ellene vannak, és akik mellette vannak. Csak közben látom, hogy Anna folyamatosan írja, hogy telefonálnak fogorvosok, akik én viszont hisznek benne, és azt mondják, hogy kell nagyon, a fogzománcnak. Nagyon-nagyon sok tanulmányt végignéztem, és azok a tanulmányok, amik azt mondják, hogy nagyon jó a fogzománcnak, azokat a tanulmányokat ilyen 10-12 emberen plusz egy kontrollcsoporton csinálták meg. Tehát nekem 10-12 ember nem bizonyíték. Uh-huh. 12 ezer ember az már esetleg bizonyíték. Meg in vitro, tehát csészébe berakja, és akkor ott nézi, hogy most bejut-e a rácsöpögtetés, bejut-e a fogzománcba. És arra van tanulmány 12 ezer emberről, hogy káros?
A fogra, van. Arra van. Van, tehát gyakorlatilag Kínában mérgeződött el teljesen egy terület, amikor a közeli gyárból az ivóvízbe bekerült pontosan olyan koncentrációban fluorid só, ami a fogkrémben is benne van, és vizsgálták őket, mert nem tudták, hogy mi a bajuk. Tehát elkezdett minden funkciójuk rosszabbul működni, és hosszú távon, mert ez ugye nem azonnal jelentkezik, hogy most egyszer mosok fogat és fluormérgezésem van, ez hosszú távon mérgezte az ivóvizőket, és az ottani kutatások azok ilyen több ezer emberre vonatkoznak, hogy mik lett, de utána lehet egyébként nézni ennek az interneten, ennek a kutatásnak, hogy több ezer embernél milyen hatása volt. Igaz, hogy ott nem fogat mostak vele, csak megitták. Na jó, hát mindenki olvassál az ide vonatkozó részeket, aztán tessék dönteni. Én flormentes fogkrémmel mosok fogat. Én is. Ha ez számít, nálatok mi van? Fogkrém. Amit hozzá anya. De én nem használom. Én kolbásszal mosok fogat és zsírszalonnával. Mondjuk ez is összeregen berakodod a Csaba egy kétszer átforgatod. Ja, egyébként az afrikai fogkefét ismeritek még egy mondat elején. Valami növénynek a szára. Meg kell rágicsálni, és amikor megrágicsáltad, akkor azzal kell végigdörzsölni a fogaidat. Nekem van ott egyébként nagyon jó érzés utána, meg az íze is jó. És az afrikai nyugdíj alapot ismeritek? Ők se, he? Nagyon Vali, köszi, hogy itt voltál. Fél tíz múlt pontosan, fél tíz gyerekek, fél kilenc múlt pontosan 6 perccel. Mutatjuk a beugrót a hármasugrásra, Ákos hírei után. Három negyed kilenc múlt pontosan 1 perccel. A bugi még a régi. Jó zenász. Tedd rá kezeket föl. Kis péntek, ma már buli. Adjon neki, Jani. Megkezd a csipőd, Zsül. Ja, inkább ne, gyerekek. Kérdezem én, Zsül nem táncol. Ő a kém? Valószínűleg igen. Te vagy ma a kém? Mától nem te vagy ma? A kém? Nem. Ki a kém? Ki jött ide a nemzetbiztonságtól, hogy jelentse rólunk? Mindenki gyanús. Nekem ma reggel mindenki gyanús. Én inkább úgy állok hozzátok, hogy nem bízom bennetek. Figyelj, Anna, se Anna reggel törzsék telefonál. Anna nagyon sokat telefonál. Lehet, hogy ő a kém? Ő az, aki viszi az információt? Ki a kép? Legyen ez a játékkérdés. Ki rögzít, jelent róla? Így van, tartalomszolgáltatók vagyunk, rádiók vagyunk, bármi megtörténhet. Hát figyelj, én túl sok információt nem vihetek magammal, mert hogy összehasonlítjuk mondjuk az én termetemet a Ferével, akkor a Feri az egy külső Winchester, én meg csak egy mikroeszély. Bennem háromszor annyi fér el, igen. Te vagy a kém? Nem én vagyok a kém, azt is megmondom, hogy miért. Ez igaz, hogy én éjjel-nappal telefonálgatok, viszont semmilyen info nem megy át rajtam, hiszen telefonálgatok. Hiszen tehát mit mondjak cserélsz, a telefonban? Ez is igaz. Milyen infót? Hiszen nem vagyok köztetek. Hány fogorvos hívott? Hát, nagyon sok. Nagyon sok. Nagyon sok. Jó, hallgassunk meg egyet, én azt mondom. Jó, na, hallgassuk jó. Meg a másik oldalt. Így jó, ez így kiegyensúlyozó, gyerekek, ez a profi műsor szerkesztés. Nem ám, ami máshol zajlik. Jó. Ez itt az. Jó, de ez előbb, itt az. De előbb nyerd el a bizalmukat, vagy nyerd vissza egy kis nyálelszíró hanggal. Ha bementek a fogorvoshoz, és azt mondja a fogorvos, Aranka, tegye be a nyálelszívót. Hozom. Nem nyálelszívó nem, vagyok. Ez a levegő. Én a szárítógép vagyok. Ne! Dehogy nem, a befújja a levegőt. Ugye, ami befújja a levegőt, és megszárítja a tömést. Na, akkor engem én az vagyok. A nyálelszívót berak a nyelvedő, és ez megvan. Ez is jó! Basszus! Ez is tudom. Is jó. De a levegő szárító, még jobb vagyok. Jöjj, akkor tömés előtt szárítasz. Elment a nyomás, meg is vagyunk. Van egy fogorvosunk a vonalban, csak hogy meghallgassuk a másik oldalt. Tamás, hello, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Tamás vagyok. Tamás, örülünk, hogy orvosok is hallgatnak bennünket. Na, ez így korrekt szerintem, hogy meghallgatjuk a másik oldalt is, mert hogy Vali sok mindent elmondott, és tudjuk, hogy nagyon sok fogorvos jelentkezett, mi pedig nem lennénk profi műsorkészítők, ha nem hallgatnánk meg a másik oldalt. De azok vagyunk. Úgyhogy figyelünk. Először is szeretnék gratulálni, mert a puszter, amiből a levegő jön, ez a fújás, azt mondom, nagyon jól tudjátok utánozni. Ugye? De sem mutató és a szám. Egy pillanatra azt éreztem, hogy ott állok a szék mellett. Ugye? És hát az elszívó hangja az is nagyon jó. Köszönjük szépen, egy 20 éven benne van tulajdonképpen. Én megértem minden pillanatra. Köszönjük. Na, mi a helyzet a Flóra? Ugye Antalval jól beszélgettünk a hírek igen. előtt, és ő elmondta, hogy jobb, ha már fluorid mentes fogkrémet használunk.
tudunk, ne adjuk nagyon gyereknek se, és lehetőleg mi is kerüljük. Tudom, igen, hogy a fogorvosok százai hívták Annát azonnal, hogy reagáljanak erre. Mit mond a másik oldal? Én vagyok a szerencsés. Igen, hát a helyzet az az, hogy a fluorid az valóban nagy mennyiségben mérgező hatású. Éppen ezért teszik kis mennyiségben a fogkrémbe. Szükség van a fluoridra, tehát lerövidítve a lényeget, tényleg egyszerűen szükség van rá. Amikor a savkoncentráció megnő a szájban, vagyis a pH savas irányba tolódik, akkor a fluorid a fogzománcot természetesen alkotó fluoridapatitból kioldódik a szájba, és ennek a visszatöltődése vagy visszaszívódása akkor történik meg, amikor a pH normalizálódik. Most ha közben a fluoridot veszítjük, akkor nem tud visszatöltődni, ezért van az, hogy amikor például fogmosás történik fluoridos fogkrémmel, akkor ez egy kicsit, hát hogy is mondjam, vissza tud épülni, tehát erre egyszerűen tényleg szükség van. A gyermek fogkrémbe kisebb mennyiségben teszik, mert a gyermeknek ugye lenyelik. Tehát emiatt abban sokkal kisebb mennyiségben teszik. Arra szeretnék reagálni, hogy erre megfelelő vizsgálatok voltak, vagy nem. Hát ez nagyon nem igaz, hogy ne lettek volna. Tehát nagyon komoly és nagy vizsgálatok voltak világszerte. Magyarországon ennek az első elkövetői Bánóczi professzorasszony, aki a preventív fogászat anyja Magyarországon, hatalmas vizsgálatokat végzett. Tehát csak Magyarországon nagy vizsgálatok voltak erre, amik hát referenciaként működnek. És én berakom a fogkérémet a számba, a fogkefél dörzsölök rajta kettőt, és az elég, hogy az egyik legkeményebb anyagba, hát a fogzománcba, ez visszaépüljön. Mi lenne, ha négyet dörzsölnél? Hát akkor már mindjárt dupla az esély. Idézőjelesen mondtam, de hogy azt mondják, igen, hogy a fogzománc egy baromi erős, ellenálló anyag. Pillanatok alatt beépül. Igen, esetben akkor válasszuk ketté a dolgot. Igen. Amit te mondasz, a dörzsölés, az a mechanikai tisztítás, az nagyon fontos ahhoz, hogy a plakkot eltávolítsd a fogaidról. Ez a baktériumokkal együtt történik, tehát jobb esélyt teremtesz rá, hogy ne alakuljon ki szúvasodás vagy fogágybetegség. A másik pedig az, hogy a fluorid benne van a fogkrémben, az utána egy kémiai folyamat, ami nem befolyásolja, hogy te dörzsölöd vagy nem. És az átmegy a fogzománcon, áthatol? Hát azt mondják, hogy baromi akkor, erős anyag. Akkor, amikor a pH normalizálódik, akkor ez egyszerűen kémiailag visszaszívódik, és mondom, mindegy, hogy te dörzsölöd közben vagy nem. Tehát ez egyszerűen megtörténik. És mi van azzal, hogy ez közben a nyálkahártyán beszívódik, a szájon keresztül fölszívódik? Nincs olyan mennyiségben, hogy az mérgezzen bennünket, vagy butítson. Úgyhogy ez egyszerűen nem igaz. Ha jól meggondoljuk, akkor ezek szerint mindenki, aki fogad most, 10-20 évvel hamarabb meg kéne, hogy halljon, mint aki nem. Legalábbis fluoridmentes pasztával. Ez ugye logikus. Ezt mondhatjuk, hogy akkor szignifikáns lenne. Nem? Én nem tudom, én mindkettőtöket csak hallgatlak, hát ez nem az én szakterületem, én csak hallgatom, hát úgy jó, hogy mind a két oldalt meghallgatjuk, igen, nyilván aztán mindenki dönt saját belátása szerint, hogy mit kell a gyereknek, meg mit ad. Én azt gondolom, hogy aki úgy dönt, hogy a fluoridot nem ítéli el, az továbbra is használjon, ha kérhetem fluoridos pasztát, és akkor nekünk kicsit kevesebb dolgunk lesz. És még annyi, hogy az, hogy a fekete foltok vagy defektusok jelennek meg egy gyerek fogán, az nem azt jelenti, hogy fluorózisa van, így hívjuk a fluorid túladagolását, hanem azt jelenti, hogy szúvasok a fogai. A dentális fluorózis, amikor túladagolják egy picit a fluoridot, az foltokat okoz az ománcon, de nem fekete defektusokat. Tehát az ománc felszíne épp, csak színes foltok lehetnek rajta. Jó, hát ezeket fontos, hogy elmondjuk. Én nem azt gondolnám, hogy valaki a fluorba belehal, csak nyilván az életminősége rosszabb lesz, vagy lehet, hogy megbetegszik, tehát nem hát azt mondja, hogy egyből 30 éve korában meghal nyilván. Igen, de hát ugye, hogyha valakit mérgeznek krónikusan egy életen át, akkor ugye hát az lenne logikus, hogy hamarabb célt érnek ezzel. Hát de nézhetjük a másik oldalát is, hogy lehet, hogy nem hal meg 10 éve korábban, de ha nem használná, akkor viszont 10 éve tovább élne, nem? Lehet. Uh-huh. De ez így azt hiszem, hogy a fluorid tekintetében tényleg mondhatjuk azt, hogy ez nem közellenség a fogatnak erre valóban. És ezt nagy vizsgálatok igazolják. Ezt a tényt szeretném, hogyha nem így maradna meg,
Hogy azért akartuk meghallgatni a másik oldalt, hát ez így mert jó. Ez egyszerűen nem igaz. Én nekem nem volt időm erre felkészülni, tehát konkrét vizsgálatokat nem tudok mondani, de hát hatalmas vizsgálatok voltak országunként, tehát a fejlett világban, ezt gyakorlatilag minden országban mondhatom, hogy nagy vizsgálatok, ahogy említettem Magyarországon is. Ha nem kell tartani, és sőt, hova tovább hasznos, meg fontos, meg kell a fluorid, akkor a termékpaletán miért lehet egyre több olyan fogkrémet látni, találni az üzletek polcain, amikben nincsen? Sőt, ki is hangsúlyozzák. Azért, mert vannak emberek, akik abban hisznek, amit ti mondtatok, illetve, bocsánat, nem ti, hanem ami elhangzott, és őnekik is joguk van hozzá, hogy hozzáférjenek ahhoz, amiben hisznek, vagy nem hisznek. Én ezt csak a józan paraszti észre gondolom, de én az én pácienseimnek, ha valakiről megtudom, hogy nem fluoridos, vagy fluoridmentes. Annak két fogát kihúzott. Nem. De legalábbis meg szoktam kérni, hogy ha lehet, akkor térjünk vissza a fluoridosra, és nem mérgező őt a fluorid semmilyen mértékben. Persze, a beszélgetésünk csak egy része vonatkozott erre, egyébként még ott vannak a különböző vegyszerek, a szódium lauretszulfát, a habképzők, tehát annyi minden, ami azért szerintem ugyanakkor tényleg fölösleges, hogy az ember szájába, a nyálkahártyájába kerüljön. Mi a fenének ennyi vegyszert naponta háromszor, négyszer bevinni a gyereknek, a felnőttnek, hogy szép habos legyen a szám, amikor fogatmosok. Hát ki a fenének kell az? Ezt csak ehhez hozzászoktunk. Jó, fontos, hogy elmondtad, köszönjük szépen, mi ezt így tartjuk jónak, aztán mindenki dönt. Köszi, hogy csörögtél. Köszönöm. Köszi szépen. Tamás, ciao. Hello. Fung Tamás fogorvossal beszélgettünk, köszönjük szépen. Jó, na, hát meghallgattuk a másik oldalt is, viszont mennünk kell tovább mutatni, hogy mi a beugró a hármas ugrása, úgyhogy figyelj mindenkit, ez így volt jó, nem? Hogy mind a két oldal elmondta a véleményét, aztán mindenki dönt, hogy mit ad a gyereknek, meg mivel most fogad. Na, mutatjuk a beugrót, figyeljetek! Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na, végre föltámasztottunk a Viktorra. Túl hosszú volt, ezt kapjátok ki. Ajajajaj. És mindez törött kezekkel? Igen. Azért ez egy nagy kérdés a fogkrémnél, én értem, hogy nem káros, de hogyha természetes anyag egyértelmű nem káros, mi a fenének ennyi szar beletenni ugyanakkor, nem? Értelek, de ha meg nem káros... Mert a szarjátoknak is élniük kell valamit. Ja, hogy azért adják el. Ha meg káros, akkor betiltanák gyerekek. Jó. Oké, visszatérünk mindenki ugye, hogy... 9 után, 4 perc, szóval 9 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra 11 perccel, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, és mondjuk, hogy turnéra indulunk a jövő héten. Hey, te jó lesz! Bizonyám, a Morning Show országjáró turnéra indul, hogy találkozzunk veletek, gyertek, és nem is lesz hideg, jó idő lesz, minden amellett szól, hogy egy kellemes egy hetet tudunk együtt tölteni, leginkább a debreceniekkel, a pécsiekkel, az esztergomiakkal, a győriekkel és a budapestiekkel, de mindenhol mindenkinek örülünk. Ha átvándoroltok másik városba hozzánk, és meglátogattuk bennünket, ugye november 9-én Debrecenben kezdünk majd a Csapó utca és a Rákóczi út sarkán. 2011-ben voltunk ott egyébként utoljára ezen a helyszínen, és visszük az autókat magunkkal, meg tudjátok nézni, bele tudtok szagolni, meg tudjátok simogatni, és el tudtok mondani minden helyszínen egy halk imát, hogy bárcsak az enyém lennél kicsi. Autócskám, kicsi Suzuki-m, mert hogy pénteken valaki egy Suzuki Vitarát lesz. Jó lesz! Gördül ki a szalomból, és mondja azt, hogy ezt neked Mikulás, ezt neked Jézuska, nekem már nem ez megvan. Nem kell semmi. Megvan, így van. És hát igen, szóval ez lesz. Indulunk, és rengeteg helyi játékkal, nyereménnyel, hétvégi tesztvezetési lehetőség megnyerésével, csúnyán mondjam, jövünk majd, úgyhogy tele van a kis puttonyunk. Tele van a puttonyunk. Mindenféle földi jóval, mogyoróval és minden mással. Na, az is lesz. Nyilván mennénk egyébként mindenféle az országban, még most ezeket a városokat választottuk, de hát nyilvánvalóan a környezet településekről is majd jönni fognak nagyon sokan. Én mindig nagyon szoktam örülni, amikor például a keleti ország részben megyünk, hogy elmondják például a hallgatók, hogy Nagyváradra eljöttek, stb. Tehát még az ország határain kívülről is azért, hogy találkozhassanak velünk. Ezek nagyon megható pillanatok, imádjuk őket. Igen, ilyenkor Jani mindig sír egy kicsit. Látom, mert, hogy olyan. Nem ott, de viszont a stúdióban is. Igen, ahogy a Váladra hagyja a fejét. Picit. Hát mondjuk ciki, hogy összetaknyózott minden. Pilisap a Magdolna völgy, üröm, körforgalom 114 perc. Tízesen 6 km 1 óra.
Na miért áll a tízes? Mi a baj? Ezt nem fogjuk tudni megfejteni. Mi megtettük, amit szerintem meg kellett. Tehát körforgalom van, innentől kezdve ez már nem a mi hibánk. 6 km egy óra alatt. Jó Isten! Trafi az Ajtósi Dürer soron a Stefánia útnál. Eperszem küldte nekünk. Az 51-es főúton a 34-es könnél Kiskulacháza felé defektes kamion a sűrűködben. Baleset veszélyes, ezt Éva írta. Dabasi kihajtónál az M5-ösön Szeged felé van egy trafi. Most rakják össze a trafit az M3-ason Budapest felé, a 104-es kilométernél. Szétese? Ó, valószínűleg eldőlt, igen. 22. kerületi körforgalomban a Sorompó előtt a Dózsa-György út, Dráva utca, Nagytétényi úton rendőrök irányítják a forgalmat. Ezt Mazsi küldte nekünk, valami nem jár a 4-es, 6-os a Blaha és Újbuda között. Igen. Hát ezt kaptuk, lehet, hogy azóta elindul, de nem jött frissítés, nem küldte el nekünk hallgatónk, hogy már megy, ha külditek, akkor azonnal mondom. Mezőkovács háza és Megyesegyháza között szintén baleset van, műszaki mentés miatt teljes az útzár, óvatosan menjen mindenki, ezt V küldte nekünk, köszönjük szépen. A BKK-nak a Facebook oldalán az mondja, 4-es és 6-os villamos újra teljes oldalán közlekedik, köszönjük a türelmet. Hát ez nagyon szép, akkor a BKK. A BKK frissített. És jár a villamos. Ja, várjál, bocs, ez egy egyhétes. De, akkor nem most posztolták egy. Az jó. Egy nagyon apró, nagyon rövid kis hírt becsempészhetek el. Na, aztán majd bedobom a 100-ast, jó? Vagy bedobom előre. Dob már be, hirtem, mert nincs nálam. Van egy női portál, egy hírportál, vagy egy ilyen kis szösszeneteket összeszedő hírportál, de nagyon sokan nézik, ahol két dologra lettem figyelmes. Az első egy képes galéria összeállítás, magyar sztár halottak 2013. Így, tehát magyar sztár halottak, de ezután véletlenül átkattintottam egy másik részre, ahol a következő tragikus körülmények között hunyt el évekkel ezelőtt a magyar sztár. Játsz velünk, felismered a hangját. Ne! Gyerekek, mutatom az oldalt az azért, hogy melyik az. Jézus ez Isten. Az, tehát egy nagyon sokak által nézett oldalról van szó. Aha, egyébként. És ez az egyik, ez a magyar sztár halottak 2013 nagyon fotogalériával, nagy. De a másik az az igazán szép, hogy évekkel ezelőtt tragikus körülményekkel hunyt el. Játsz velünk, és nyerj, felismered-e a hangját. Mi a következő? Miért kell ezt volt, ilyen volt, ilyen lett, és talált ki, hogy ki van a képen. Igen. Vagy ki volt a képen. Ezek normális. Mondd meg, hogy ki ő, igen, aki már nem él, ismert fel a hangját. Ha akarod, akkor ugye tudtad olvasni a hírt, de ha akarod, akkor a játékra kattintottál, ott van egy link, megnyomod a play gombot, és csak a hangját meghallgatod, ahogy ő szinkronizál, és ha te ebből helyesen böksz a felsorolt 5 névre, hogy melyik kinek a hangja, ez akkor nyerhetsz. Szárhalottak. A szárhalottak hogy, is jó, hogy, de hogy, a játék az nálam ezen, csúcs. Én ezen mindig csodálkozok, tehát hogy újságírókról van szó, hogy nem tudják úgy megfogni, értem én, hogy mit akarnak az egészen, meg nyilván nem volt bennük rossz indulat, vagy hogy tényleg nem cinikusak voltak, meg nem egyfajta fekete humort képviselnek, amikor ezt így összerakják, ezt a kis szalagcímet, de hogy így nem tudnának másképp fogalmazni, hogy imádtuk őket, de sajnos már nem lehetnek velünk. Pont, és akkor utána jön egy felsorolás, vagy valami. Tehát, hogy tényleg nem tudják úgy megfogalmazni, hogy ne legyen ilyen fura, bántó, zavaró. Figyelj, minden a klikkelésről szól. Tehát, hogy a gyertek át szombat estével kapcsolatban is nem tudnak más írni ezek a honlapok, mint hogy megalázta, belerugott, sokat szorra alázza meg. Jelen esetben én a különböző vendégeket. Ezek a vendégek egyébként. Eddig a Jani volt. Szeretik ezt a műsort. Ezek a vendégek 5-6-szorra jönnek be ugyanabban a műsorba. Igen. Most a Zsófival kapcsolatban olvastam, hogy sokat szorra rúg bele, meg alázza meg. Érted? És utána elolvasod magát a írt, és jössz rá, hogy azon humorizáltunk, ugye Zsófival a műsorban, hogy örültem, hogy végre a hétköznapi emberek közül választotta a Szabó Zsófi magának párt, mert hogy elolvastam, hogy egy lovardában ismerkedett meg az ő pasiával. És mondom, na végre egy lovász fiú. És aztán tovább olvastam a hírt, és mondtam ezt a Zsófinak adásban, hogy na, hát aztán kiderült, hogy nem egy lovász fiú, övé a lovarda. Hát, ugye? És ez mindenki röhögött, Zsófi is röhögött, és igen, elmondta, hogy valahol Debrecen környékén megismerkedett egy palival, de nem szakít a hagyományokkal, nem egy lovász fiúval áll össze, aminek én nagyon megörültem, hanem övé a lovarda. Cikk, ami megjelent az egyik ilyen nők által látogatott honlapon, sokatszorra alázza meg, sokatszorra rúg bele. Se a Zsófi nem érzi így, mert nem jönne, nem érezné jól magát, nem röhögött volna, aki látja az adást, az látta, hogy röhög rajta, és egyébként másik 6 ember röhögött rajta, ott mindenki oszt mindenkit, hogy miért van erre szükség, ezt egyszerűen nem értem. Szóval azt a komolyan, hogy felháborít, azért háborít fel, mert ha én nem láttam a műsort, akkor azt gondolom, hogy na menjen már a fenébe, meg nőket bán, meg nőket találsz meg, nem erről van szó. A vendégek láthatóan röhögnek, visszajönnek és jól érzik magukat. És mondom, ezt olvastam most az egyik portálon. Tehát
ott tartunk, hogy a saját anyjukat is, csak azért, hogy klikkeljenek, hogy csak azért, hogy legyen egy kattintás, és aztán tényleg elolvasod a címet, és ezt már szerintem külön tanítják kommunikációs szakon, hogy sima hétköznapi cikkből, hogy írjál valami olyat, hogy adjál olyan címet, hogy mindenki a te oldaladra jöjjön. De hogy ezt miért kell, hogy itt senki lebaláz meg senkit, és nem rugok bele a nőkbe, és állandóan szombaton lemegy a műsor, és vasárnap így jelentíti meg, megaláztam, belerugott, sokat szól a cíből, kiderül, hogy marhára nem erről volt szó, de tipikus kommentelős hozzáállás, hogy sokszor el sem olvassák a cikket. Persze, tehát, csak a cím alapján, és már öntör is. Pontosan, már így van, elolvas a címet, és utána pedig alá kommentel valami egészen durvát, amiben téged a sárga földig lehúz, és beledöngöl az agyagba. Most egy nagyon konkrét példát olvastam erre, a Stolbuci nyilatkozott egyébként egy sorozat kapcsán, hogy nem, valami ilyesmi volt egyébként a kis idézet, hogy nem bírok parancsolni a farkamnak, hogy valami ilyesmi volt. De ez arra a karakterre, arra a szerepre vonatkozott, ez a kis mondat, amit ő képvisel ebben a sorozatban. Már olvasgattam a kommenteket, és ez az ember, ez egy családapa, ennek van két lány. És akkor valaki odaírta le, hogy legalább cikket olvas már, igen. Hát nehéz, igen, itt ad nálam azért verte ki különösen a biztosítékot, mert ugye halott emberek kell meg még aljasabb szerintem ezt behozni, ezt a címvadászatot így, nyilván minden más esetben az ember kiakad rajta, de így meg, hogy sztár halott, meg ismert, játsz a hangjával, régóta elhunyt. Kemény, ja. Tényleg kemény, mert hogy már mindent lehet egyébként. Ha viszont te mondasz valamit a rádióban, nem? Tehát azért az internetes portáloknak mekkora szabadsága van, nem? Hogyha mi ezt mondjuk megcsinálnánk egyébként egy rádió műsorban, hogy halott emberek hangját játszanánk be, és az lenne egy játék, hogy ismert fel, hát ízekre szednének. Konkrétan egy napon belül tüntetés lenne a rádió előtt. Az Index a 444 vérbe mártott klaviatúrával szedne apró darabokra, hogy úristen, és mit csináltok, és most már tényleg, és a halott gyalázat. Még egy internetes portál egyébként nyugodtan megcsinálja, hogy meghalt a sztár, ismert fel a hangját, nyerjél egy mikrohullámos ütőt. Hogy akkor miért nem írják meg egyébként egyik portál a másik portálról? Nem? Tehát azok a kritikusok, akik egyébként tényleg mindig úgy hallgatnak minket, hogy egy véletlen, egy rossz szó összetételt használsz, és ír róla egy cikket, hogy megint mit mertél mondani, miért nem írja meg ilyenkor az a tévékritikus, meg az, aki egyébként ilyenkor tényleg előszeretettel fröcsög, és ül otthon, és ütögeti a klaviatúráját, hogy mit csinálnak ezek, igen, a honlapok, egyébként, hogy halott embernek a hangját kell kitalálni. Nem? Majd kapják a nyakukba a kémet, ugye? És aztán majd nem írogatnak ilyeneket. Ilyen. A lesz ott nem nekünk ulas. Már van, ha kell, kölcsön tudjuk adni a zsírt. Beül Horváth Tibor, a lezredes a kém, aztán majd nem írogatnak ilyeneket, de ismert fel a halottat. Mert majd jön a kém. Nem sokára jön a kém. Nem a Feri kém, a sima kém. Aztán majd lesz nem ulas. Úgyhogy tessék csak beültetni oda is a kémet, aztán majd nem lesznek ilyen tartalmak. Nem, Zsüli kém? Ugye? Jó, én továbbra is figyellek benneteket, én olvastam ezt a hírt, nekem továbbra is mindenki gyanús, én értem, én nem tudhatom, hogy nem szerveztek-e már be benneteket, én inkább úgy kezelem, hogy kellő távolságtartásra. Na mindegy, de tényleg kézzétek el, mi lenne, mit csinálnánk így a holnaptól, nem? Annyira frusztráló a téma, és oldjuk feszült a feszültséget azzal, hogy Zsülikém énekel egy kicsit az Ezüst Hotelről. Teljesül. Szóval, hogy egészen más mérce alá esnek, és tényleg, ha a írott sajtóban dolgozol, és internetes portált szerkesztesz, bármit leírhatsz következmények nélkül, bárhogy anyázhatsz, bárkinek szíthatod a K anyját, nem? Hát hányszor olvasok olyan tévékritikákat, nem tudom, hogy tényleg konkrétan anyáznak, kányáznak, ezt így ebben a formájú rádióműsorban te nem csináltod meg, ők viszont egészen nyugodtan bármit, bármikor leírhatnak, de téged ízekre szednek, ha és a negyedét mondod. Ő elvárja tőled a bocsánatkérés, de ő a büdös életben nem fog tőled bocsánatot kérni, ugyanazért, amiért feletted pálcát tört. Igen, abszolút, abszolút így van. És találgatják, vagy írogatják, ja, nem néztem meg, hogy játszanak-e az emberek rajta. Na, játszunk mi is egy vidámat, jó? Hát, ha itt van, a játékosunk is kitalálja. Rövid volt egyébként, rövid volt a játék, úgyhogy hát mindenkinek kellett kapaszkodni, aki megpróbálta kitalálni, hogy milyen előadókat mutattunk, mert rövidebbre szabtuk. De nem baj, így legalább egy kicsit nehezebb. Itt van már is a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki!
Az jó volt a téma, adjátok vissza a százast Ferinek. Oh, köszi, ki az Karcsi, szeretlek. Ennyi gyerekek, szigorúak vagyunk, Feri mindig előre dob, aztán ha olyan, akkor visszaadjuk. Vissza hát venni. Ezért most kivételesen visszaadjuk. Látnák ki a malacból. Halló, jó reggelt! Halló. Jó reggelt, sziasztok, Balázs vagyok. Hello Balázs, honnan hívtál minket? Jelenleg Budapestről. Budapestről. És egyébként hol vagy, hogyha jelenleg vagy Budapesten, amikor nem jelenleg van? Szigethalom. Szigethalom. Mit csinálsz ott? Már Budapesten? Igen, vagy Szigethalmon. Már csak gondoltam, elindítom a beszélgetést valamivel. Sofőr vagyok egy irattároló cégnél. Irattároló cégnél vagy, egy sofőr. De ha nekem vannak irataim, amit nem férnek el, akkor azt ti betárazzátok? Hogy megfejtett a szó értelmét. De hogy, ne, hogy van ilyen szolgáltatás? Így van. Különböző cégeknek. Menő. Hoppácska. Igen. De majd ha digitalizáltok ti is. Bizonyám. Van ilyen is, igen. Van? Van digitalizálás is, igen. Én nem kérdezek erről többet. Uh-huh. Milyenek a kérdések, én inkább ezt kérdezem. Hát a srácok, amikor tegnap összeraknak kérdéssort, és végigolvastam, elsírtam magam. Nagyon jó, én ezt szeretem, mikor kemény. Is egyébként morára. Így szól az első kérdés, figyelj Valás. Ki volt Dél-Afrika köztársaság első fekete bőrű elnöke? Tehát a Dél-Afrikai köztársaság első fekete bőrű elnöke. Ki volt ő? Hát nagyon híres, sokat volt börtönben. Nelson Mandela? Így van. Így van. Illik tudni. Na. Menjünk tovább. Menjünk. Itt szól a második kérdés. Melyik évben rendeznek Budapesten vizes világbajnokságot? Nem is olyan. 20 világbajnokságot. Hát vizes világbajnokságot. Az is, igen. 2017-ben. Aj, na jó, már úristen, picit a harmadikra tovább, ez nem várunk ennyit, tehát ott mondj valamit, az azonnal vége lesz, mert konkrétan megszületik a harmadik gyerekem, mire bemondod a jó választ. Figyelj, mész a tuti két nyereményre, vagy pedig próbálkozol a harmadikkal? Most ezt komolyan. Megpróbálom a harmadikat. Na, így szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű énekesnő slágere a Set Fire to the Rain? Ez a dalcím. Adél. Na, jó van. Adél. Ez gyors volt. Ez gyors volt. Jól van, megvan az ajándékcsomagod. Balázs, ügyes vagy. Szuper, köszönöm szépen. Jó, küldjük neked, és küldjük neked, nem tudom, mit akartam mondani, amit akartam mondani. És meg is kapod. Csak minden igaz, meg is kapod. Különleges játék. Nem egy át. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 4 perc van, pontosan 9:30, jövünk mindjárt a reklám után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9:30 múlt, pontosan 5 perccel, hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, jövő héten indul a turnénk, nem győzzük hangsúlyozni. Sokszor mondjuk, de hát ha vannak még, akik nem hallották, hogy elindulunk nagy országjára turnéra, ez az őszi turnénk, aminek mi nagyon örülünk. Tavasszal már voltunk, de nem árt többször menni. Ez ugye november 9-én indul. Így van, jövő hétfő. Nagy ajándékkal, és hát valakinek vannak ugye fehér foltok, vagy nem minden világos, nem derült ki, akkor majd mi elmondjuk, azért vagyunk itt. Elmondjuk. Hát Debrecenben indulunk. Debrecenben indulunk jövő héten hétfőn, és megyünk aztán ugye Pécs, Esztergom, Győr, és végül Budapest, egy vadonatúj autóért, egy Suzuki Vitara. Megy majd a harc, visszük magunkkal az autót, az autókat. Láthatjátok, nézhetitek, beleszimatolhattok, megsimogathatjátok, ahogy mondjuk, és találkozhattok velünk. Debrecenben egyébként majd a Fórum bevásárlóközpont környékén áll az üvegstúdiónk, és ott már sokan adhatnak maguknak egy esélyt arra, hogy megnyerik az autót. De hétfőn még nem derül ki, hogy ki az autótulajdonos, majd pénteken a budapesti helyszínünkön derül ki, de minden helyszínen már ugye választunk egy embert, aki elutazik majd Budapestre, és megnézzük, hogy az ő kulcsa nyitja-e ezt a bizonyos Suzuki Vitarát. Há,
hány évvel ezelőtt álltunk ott a Westend? Hát, sokszor voltunk, sokszor voltunk. De ilyen nagy autós, emlékeztek, amikor mindenki kapott egy kulcsot, én ezt annyira imádtam a végét, hogy ott állt, ott akkor azt hiszem, nem tudom, talán 9 ember, vagy 10, és mindenki még hitte, hogy lesz egy kocsi a kulcsal. Fú, az nagyon jó az utolsó pillanat. Az nagyon jó. Már ott van a kulcsot, ebben még igen, de nem tudod, hogy a kezedben, de nem tudod, hogy nyitja, nem nyitja, jó kulcsot választottál, elcserélheted még, ha akarsz valakivel cserélni, akkor mondhatod, hogy enyém az 5-ös kulcs, de adod, én odaadom a 3-asat, hogy lehet. Lehet ott még variálni. Óriási. Minden esetre valaki boldog autó tulajdonos lesz. Ami azért nagy dolog, mert... Nagyon hát, nagy, hát tényleg a télapó kösse fel a vörös pendejét. Így van. Mert simán lenyomjuk. Próbálja, próbálja ezt überelni. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, mielőtt mutatnánk a nap legjobb pillanatait. Azt mondja, hogy a következő bulvárcikk a közlekedés előtt hihetetlen dologra készülnek Balázsék a Morning Show-ba, kéméket építenek be a bulvárlapokhoz. Igen, ezt írták nekünk, hogy mit lehetne még egyébként hát eltúlozni, vagy hogy jön a harmadik gyerek, pedig csak egyébként vízből mondtam. Szeged felé az M5-ösön a 71-es kamion kerekei az út közepén kívül belül. Nagyon balesetveszélyes. Tamás a kém küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Soroksári út 90-es előtt befelé mér szemből. Soroksári út 90 előtt? Lehet, ez a 90-es tábla? Nem. A 90-es szám előtt valószínű. Frost írta nekünk, hogy van egy trafi, úgyhogy mindenki vigyázzon. 25-ös út, Kerecsen-Eger között 6 kilométernél Trafipax ezt Tibi küldte, M5 bevezető eleset, 4 kilométeres a dugó, üzente nekünk István. Trafiznak a 86-os úton, Bősárkány belterületén egy fehér Seatból, Abáli üzente ezt nekünk. Köszönjük. Na, Zsül, miért van ilyen csendben? De ma különösen reggel óta. Ugye? Gyanús. Zsülikém, nagyon csendben vagy. Gyanús vagy te nekünk. Mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Beszéltünk a kukkolásról, mert hogy egy angol társasház lakói érdekes dolgot láttak, egy nő mesztelenül üldögélt a háztetőn, és hát kiderült, hogy ő egyébként exhibicionista, felült, a többi szomszéd pedig ugye, hát nézhette őt anyaszült mesztelenül. Mi pedig arról beszéltünk, hogy az ember kiáll egy erkére, a saját erkére, egy társasházban, lakótelepen, ikerházban, akkor azért sok mindent látsz, amit nem biztos, hogy akart. Aztán persze tetszik a dolog, és nem biztos, hogy bemész a szobádba, de látni olyat is, amit a másik akarja, hogy lássál, meg ha kukkolsz, látni olyat is, amit nem akarja a másik, hogy lássál, te mégis ott maradsz és kukkolsz. Hát sok SMS kaptunk. Így van, és a legnagyobb érdeklődés az mindig a mesztelenséggel kapcsolatos volt. Igen. Ugye? Tehát kevesen mondtak, hogy minden este látom, ahogy valaki mit én papírsárkányt ragaszt, és hogy minek, de az annál inkább izgalmas volt, hogy megy a aki már papírsárkányok ragasztására élvez, hát na, ő a legbetegebb hát állat. Hát mi élvezett, csak a mondani. Hallod? És rakja rá a hurkapáccákat. Igen. Valamint ugye tegnap hallottuk azt is, hogy állítólag a belügyminiszter adott be egy módosítási javaslatot a nemzetbiztonsági törvényhez, és a javaslat állítólag kimondaná, hogy ha a nemzetbiztonsági szolgálatok úgy döntenek, akkor a tartalomszolgáltatóknak kötelességük lenne felvenniük a titkos szolgálat embereit, rádióknak, internetes portáloknak, televízióknak akár, mert hogy ők ugye mind-mind tartalomszolgáltatók. És aztán kiderült, mert hogy reagált rá már tegnap este a kormány, hogy félremagyarázás az egész, és szó nincs arról, hogy szerkesztőségekbe kerülnének titkosszolgálati dolgozók. Mi mégis eljátszottunk a gondolattal, hogy hogy tudjuk majd megismerni a titkosszolgálati dolgozót, vajon közülünk építenek-e be valakit, vagy új ember jön, ha új ember jön, ideül, leül, bemutatkozik, majd figyel bennünket, vagy egymásra kell, hogy gyanakodjunk, mert valakit már ugye beszerveztek, és megvizsgáltuk gyorsan egymást korra reggel, hogy ki a gyanús. És ki a gyanús? Megrendült az egymásba vetett bizalom. Azóta igen, egész reggel csak ülünk és jegyzetelünk a másikról, ha valami nagyon gyanúsat csinál. Na, hát ezek voltak a témáink ma reggel, és most néhány pillanatot megmutatunk újra. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Most miért vagytok csöndben? Ja, én csak azt hiszem, hogy az egyik hallgatót fekete listára rakom. Szóval te vagy a kém. Szűröd a tartalmat. Vagy is cenzúrázol. Természetesen. Ő a kém. Az ellenzéket. Most nyírom ki az ellenzéket. Hello, Csabi. Jó reggelt. Én vagyok az? Nem tudom. Gyanús ez a fekete póló. Még én sem. Valaki megkereshetne. Újabb feladatokkal. Tudok ezt-azt.
hogy lesz valaki titkos szolgálati kém, ha ő elmondja, hogy én jöttem azért, hogy figyeljen. Holantól kezdve nem titkos szolgálat, hiszen tudom, hogy ki ő. Nem tudom, de hogyha Csabinak véd, a testén vagy... találunk valahol egy 3x3-as tetkót, akkor azért az gyanús. Téged véd, vagy másokat véd tőled? Ez is egy jó kérdés. Ez is egy jó kérdés. Mi ez itt? Mert ha téged véd, akkor el kell, hogy mondja, hogy ő azért van itt. Ha másokat kell megvédeni attól, amit te mondasz, vagy teszel, akkor nem fogja elmondani, hogy ő azért jött. Van valahol egy hely, ami titkos kémképző? Hogy lesz valaki kém? Az egyikén tudja a másik kémről, hogy ő kém? Nem, csak a kémked után. Mi van, ha két kém kémkedik egymás után? De mindegyik jól leplezi, hiszen akkor... ők kiképezték, és a két kém nem tud meg egymáson információt, hiszen én is kém vagyok, te is, és egy ilyen megoldhatatlan, örök, fura helyzetbe kerülnek, ha semmit nem tudnak meg a másikról, hiszen mind a kettő kém. Ez egy olyan paradoxon, aminek az a következménye, hogy kioltják egymást, tehát hogy a kém kémkedik egy kém után, akkor az kémkedés. Nem kémkedés, mert hogy a tolvajtól lopsz, az nem bűn. Így van. És mi van, ha a kémet annyira jól kiképezték, hogy ő se tudja, hogy kém? Na ez az. Ugye? Na akkor mi van? Maga a kém? Nem. És tényleg nem. De ő a kém. De maga sem tudja, hogy ő a kém. Uh-huh. Amit járjál. Okos. Ki a kémek kémje? A kémet vajon megfigyeli majd egy másik kém? Lesz olyan, hogy kém figyel kémet? Ki tudja a legtöbbet erről az egészről? Ugye? Mennyi kérdései vannak? Na, de vannak itt kérdések, gyerekek. Hát tartalomszolgáltatók vagyunk, vigyázzon kell. Hívjuk a naphallgatóját. Mi van a naphallgatója? Mi van az összes hallgatóké? És mi van, ha most ő becsörög, de csak azért írt nekünk SMS-t, hogy adásba kerüljön, és ott figyelje meg nekünket. Anna, nyomoz le. Írd fel a telefonszámot mostantól minden nap hallgatójának. Mi van, ha ez az egész műsor csak azért van, hogy összegyűjtsünk egy csomó SMS-t, meg telefonszámot, meg nevet? Ha mondja, hogy Morning Show, ő a kém. Mi van? Ha nem mondja, ő a kém. Ha nem veszi föl? Gyanús? Még nagyon gyanús. Már nem meri fölvenni. Ezek tudja, hogy leleteztük. Ő a kép. Most jelent. Bizony. Bizony. Gyanús. De ezt nincs jelent. Ezt nincs jelent. Most hívnak. Most jelentjük, hogy nem vette fel. Nem veszi föl. Írd föl a számát. Nem vette fel. Inkább írd föl a számát, nehogy baj legyen. Mi van, ha a Morningshow is csak egy játszázás? Hogy ez nem is egy igazi műsor? Vagy például a Csabi kívánság műsor. Nem is igazi kívánság műsor. Bizony. Hogy nem azt tolja le, amit kérnek valójában a hallgatók. Nem kérhetnek akármi. Ez is előfordulhat. És ezzel összezavarja őket. Mi újság, Csabi, voltál edzeni? Most nem voltam. Most... Szóval volt. Gyanús vagy, hogy nem voltál? Nem csütörtök, hogy mindig mész. Nem merek mondani nektek semmit most már, mert kémek vagytok minden. Szóval nem edzettél. Nem, most a délutáni edzésekre álltam rá, ugye azt mondtam nektek, hogy a fiaim fociznak, és amíg ők fociznak, addig én ott futok. De képzeljétek el, hogy ettől a héttől teljesen felborult minden, mert a eddig egy korcsoportban voltak, vagy egy csoportban ugyanakkor jártak edzeni. A Romeo most egyel feljebb került. Így aztán minden nap van valakinek edzése. Hétfőtől péntekig minden nap. És most egy kicsit össze is zavarodtunk emiatt, hogy most akkor ki, mikor, hova, és ráadásul nem ugyanazon a helyszínen vannak. Úgyhogy most egy kicsit így utoljára hétfőn voltam edzeni. De holnap megyek megint, ígérem. Nem különböző helyszínen vagy nem találjátok meg őket edzés után? Vagy igen, miért de már haza találnak. Haza jönnek egyedül? Vagy mi történik? Elvittem egy másik gyereket a suliból edzésre. Nagyon ügyes volt, de sajnos vissza kellett adni. Jegyezze meg az egyik gyereknek az időpontjait, a Laura, a másik gyerekét pedig te. Nem olyan bonyi ez. De jó ötlet, nem vagy kém? Hol tanultad ezt? Hol tanultad ezt? És amíg ő ott edz a pályán, te körbe-körbe futkorászol? Így van. A többi szülő ül a hüttében, vagy valahol melegedik, te körbe-körbe mész a kis klódgatyádba. Van olyan szülő, aki szintén fut. Velem mások elmennek haza, elintézik a bevásárlást, nem tudom, és vannak, akik viszont nézik az edzést, ott ülnek végig, és biztatják. Fúsám, Arin, nem látom a gyerekemet! Nincsenek. Ott nyomod a fekvő támaszokat, lelátom meg a kis magányos milfek, meg ez a Csabi, és most egy kezes. Isten, nincs oda férfi. Magányos. Csak ezért kezdtem futni megint, ne viccelj. Én ezt az időszakot már nagyon bírom, az én gyermekem is most ilyen ovis focira jár, 4 kör belököm, 5 kor érte megyek, már nem kell ott ülnöm, mindig mi, amíg kiintegetett, hogy ott vagy a puci, ott vagy, most már az van, hogy megyek érteni, autót mosatok, bevásárolok, nagyon jó. 1 óra, egy heti 3-szor jár, futkározik, rohangál, tök jó, abszolút jó. Kimész a kis
susogos, színes brazil melegítődve. Igen, egy brutál aranyaklánc. Síppal. Egy brutál aranyaklánccal a nyakam, hogy ha nem lősz hadgort, nem lősz hadgort, hazas egyen, a rohadt életben hazas egyen. Nézd meg nekem, még makkos cipőből is megy. Ennek olyan helyesek, hogy 5-6 éves gyerekek rohangálnak össze-vissza, és amikor elindult az egész foci edzés, még mindenki kapujára lőtt, azt se tudták, ki merre támad. Ugye 3 hónap alatt annyit fejlődtek, nagyon sokat lehet, persze. Passzolnak, jönnek, mennek, brutális, brutális futball. Komolyan mondom. Csak eltűnt a Balotelli-s meze, úgyhogy most valami más kezdett. Lenyúlták? Hát valahogy eltűnt, igen. Igen. Úgyhogy most egyelőre a gyerek mellényben. De nem tudom, milyen meszt vegyek neki. Mi a francnak? Én nem bánom annyira ezt a Balotelli-s mezt egyébként. Ezzel nincs akkora bajom. Balotelli-s meze eltűnt. De hát valami más meszt kéne neki. Más meszt kéne neki adni. De nekem ez bejátszanak, tehát van Ronaldinho 9-es, 11-es, 23-es. Persze, mindenki felveszi a kedvenc mezét, de természetesen, amikor egymás elleni játék van, akkor kapnak az egyik csapat egy trikót, hogy meg lehessen egymástól különböztetni őket. Ugye ez a Rikito zöld például. Így van, de a nagyobbak viszont már a csapatnak a mezében edzenek. Tehát onnan nincs, hogy Messi, Neymar játszik egymás ellen, meg Ronaldo Bél ellen, hanem ott rendesen a csapatnak a mezében. De akkor nagyon benfetes, hogy nem tudnál szerezni Balázséknak a ellopott Balotelli-s helyét egy bödéset? Nem? Legjobb. Ha erre van igény. Mikor van a norvég meccsünk? Mikor kell drukkolni a magyar válogatottnak? Jövő héten csütörtökön van a norvég-magyar, aztán vasárnap a magyar-norvég. De már nem árt most elkezdeni drukkolni. Hát a drukkolunk nekik azért. Lehetetlen küldetés, de drukkolunk. Más hallottam a hírekben, hogy tegnap remek edzés volt labda nélkül. Hát így van, és elvívták magukat. De tudatos volt, hogy labda nélkül, vagy ellopták a szertárból a labdát, vagy nem találták. Tehát ugye nem mindegy, hogy miért volt labda nélkül. Labda nélkül edzés volt? És már megvan a taktika is. Hallottam, hogy Ben Stork azt nyilatkozta, hogy gólt kell lőni a norvég. Figyelj, a Ben Storkot imádom. Én komolyan akkorákat mondt, hogy de elképesztő. Elképesztő. Elfáradtak a fiúk, elfáradtak. De most ez a tag, hogy gólt kell lőni. Most gólt kell lőni. Elkezdjük őket bántani. Dehogy bántjuk. Így van. Szorítunk. Dehogy bántjuk. De Ben Stormnak nyilatkozott, hogy tényleg szeretjük. Elfáradtál, pihenjé, edzetlen vagy edzi. Hát azért. Jó. De addig most már nincs meccsük. Jövő szerdán. Hát pihenni kell, mert akkor még jobban pihenni, edzeni, felkészülni. Jó van, milyen zenéid lesznek, Csabi? Anesthésiát hozom nektek, megint egy ismert név. Mert ezt szoktátok hiányolni. Zseniális énekesnő. Nagyon jó énekesnő, és most egy válogatás lemezzel jelentkezett, amin hál' Istennek azért van egy vadonatúj dal, és ezt szeretném nektek és a kedves hallgatóknak megmutatni. Take This Chance. Meghallgatjuk. Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.